Estét kívánok mindenkinek. Eszterházi Péter a vendégünk. És legelőször is most azon legyünk túl, hogy ugye mindenkit biztosak arra, hogyha valamit szeretne kérdezni, akkor szóljon közben nyugodtan. Vagy hogyha van hozzászólás, akkor, tehát hogyha én valamit kérdeznék, vagy mondanék, nyugodtan a szavamba lehet vágni, hogyha valaki valamit szeretne bármivel kapcsolatban, ami itt most szóba kerül és elhangzik. Azon tűzöttem, hogy mondjam, hogy viszont ha én beszélek, akkor ne vágjál. Folytattam volna, de akkor így... Jól. És meg a diákoknak, akiknek esetleg majd megy a buszom, mert vannak ilyenek, hogy nem kell szorongani, akkor nyugodtan, hogyha idő van. Tehát akinek hajnal 4 előtt még... Főleg ne nekik mondjad, nekem mondjad, hogy én ne szorongjak, hogy amikor ők kimennek, akkor nem az jelentek, mert ilyen vackot már rég nem hallottak, hanem mert megy a buszuk. Igen. Tehát bárki azért megy ki, mert ilyen vackot nem, hogy én úgy fogom venni, hogy megy a buszuk. Tehát igazából ezt a fajta jelentést szerettem volna. Igen. Úgyhogy kedves Péter, hogyha valaki föláll is... Igen, a szónak nincs akkor... jelentése, csak szóhasználat. Így van. És hát ugye ahogy az elején beszéltük, vagy hát szóba került legalábbis, 2000-ben jártál itt, 13 évvel ezelőtt, valahogy mint hogyha a 13-as számi bűveletében élnénk, nem tudom, csak az jutott eszembe, hogy pont 13-a volt 2 héttel ezelőtt, amikor Szűcs Attila képzőművész itt járt, 13 évvel ezelőtt jártál itt. És be is ugrott itt az interjúból, amit kérdezgettek, hogy akkor ez egy prímszám, és hogy ugye abban az előadásban, a szavak csodálatos életéről tartott előadásban, a Minden Tudás Egyetemén, valahogy úgy határoztad meg az írót is, hogy olyan, mint a prímszám, csak egyel és önmagával osztható. Zárójel, sikerült azonban a tévében a prímszámként a 9-et megjelölnöm. A felvételen úgy van, hogy mert az történt, hogy én ugye olvastam ezt, és azt gondoltam, hogy azt a kettőt, ezt most már, hogy vannak a prímek, azt nem kell olvasnom. És akkor fölnéztem, és lány az zavaromba benyomta a 9-et. Ha nem kaptam 5 levelet, nagyon akkurátosan kioktattak, hogy a 9 nem prím. Úgyhogy ha bárki azt gondolná, hogy a 9 prím, és rám hívott. Szóval nem prím. De akkor ezt ott nem vetted észre, csak utólag? Hát én ezt egyáltalán nem vettem észre. Csak jöttek a levelek. Nem tudom, ez is lehet, hogy a lányhoz zavarnak köszönhető. Hamarabb, mint a prímszámot. De hát, ugye matematikát végeztél. És gyakorlatilag megint ott vagyunk, hogy író az, akinek gondot jelent az írás, akkor matematikus az, akinek gondot jelent, hogy mi a prímszám. Matematikusként dolgoztál te valamikor? Én hát az volt beírva, de én nem voltam sosem matematikus. Tehát én elvégeztem, van diplomám, az nem is volt nehéz elvégeznem, tehát nyilván valami kicsi affinitásom van hozzá, de én soha nem voltam matematikus rendes, hanem viszonylag intelligensen nem értettem semmit. Tehát akkor időnként még azt is megértettem, hogy mi az, amit nem értem. Tehát ezek színvonalak, tehát ahhoz kell érteni kicsit a matematikához, hogy értse az ember, hogy nem érti. Tehát ugye az nagy élmény volt nekem, hogy láttam az eszem korlátosságát, hogy ezt nem értem. Tehát vizsgázni tudok belőle, de igazából nem értem. És az nagyon szép volt látni, hogy min is múlik, hogy ki jó matematikus. Tehát ugye, hogy az nem azonos az okossággal tisztán. Tehát butának lenni az nem jó ehhez a szakmához, tehát az nem segít. De az okos, tehát nem a legokosabb ember volt
a legjobb matematikus, hanem az, akinek a, azt hiszem legalábbis, hogy az, akinek a fogalmak, az alapfogalmakról érzéki vagy személyes elgondolása volt. Tehát, hogy ott valahol lent, hogy ezek hogyan függnek össze. És erről nekem sem, tehát én egy ideig tudtam ezt követni, meg egy szintig tudom is, hogy mi a szép, mi a szép a matematikában, de ez elég alacsony szint. Tehát arra jó, hogy tudománytörténetet olvassak. Az viszont jó, hogy azt tudok olvasni, mert az nagyon érdekesen függ össze a szellemtörténettel, tehát a nem természettudománnyal. Tehát, hogy időnként ugyanazok a problémák, vagy mulatságos módon még ugyanazok a problémák is fölmerülnek, amik az irodalomnak fölmerülnek. Tehát ugye ez a mindentudó elbeszélőnek a kétséges volta és a tudásunk korlátozottsága. Az, hogy a fizikában mi az, amit tudni lehet, mi az, amit elvileg nem lehet tudni. És azt akartam mondani, hogy ha rosszul viselkedek, akkor el is mondom, hogy ez hogy van. És akkor Heisenbergről fogunk beszélni, és Gödelről, mert kicsi dolgok ezek, tehát hogy az milyen érdekes, hogy nem tudjuk egy elemi részecskéről egyszerre megmondani, hogy hol van és milyen gyors. Tehát, hogy vagy ezt tudjuk megmondani, vagy azt. És hogy nem azért van, mert rosszak a műszereink. Tehát, hogy nincsen olyan műszer, amivel ezt meg tudnánk mondani. Ezek váratlan dolgok. Hogy a tudásunk elméletileg is korlátos. Mert ugye a 19. században azt gondoltuk, hogy egyre többet fogunk tudni. Tehát, hogy ez egy folyamat, aminek nem látszik a vége. És ugye ennél még megdöbbentőbb, hogy ez nem csak ilyen dolgoknál, mint a fizika van, hanem ilyen teljesen agykonstrukciónál, mint a matematika is így van. Erről szól a Gödelnek az a tétele, hogy azt is elmondhattam. Tehát az, hogy egy minden rendszerben, minden jó rendszerben, tehát ez ilyen kocsmai magyarázat, vagy kocsmai finomságú, de a kocsma az egy finom hely, úgyhogy hogy minden rendszerben szükségszerűen van egy olyan állítás, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy igaz vagy hamis. Tehát, hogy nem lehet mindent tudni. Fordítva ez azt is jelenti, hogyha egy rendszerben minden állítást tudunk, minden állításról tudjuk, hogy igaz vagy hamis, akkor az a rendszer nem jó. Mert a tétel értelmében, ha jó volna, akkor szükségszerűen találnánk egy ilyen állítást. És ugye akkor ugye azt szokták csinálni, hogy akkor ezt az állítást, vagy annak az ellenkezőjét hozzáveszünk az alapállításhoz, és akkor egy új teret kapunk. És ebben az új térben ismét kell egy ilyen állításnak. Ez nagyon megdöbbentő dolog, hogy így korlátozva van minden. Ráadásul ez konkrétan mondjuk nyelvi vagy nyelvfilozófiai kérdésekre is átfordul. És akkor hát egyfelől, másfelől viszont egy egész praktikus dologra, tehát hogy mi az, amit lehet az irodalomban, mi az, amit lehet a nyelvvel csinálni, hogy azok a bizonytalanságok, amik a kicsit böfszerűen mondjam, amit mondjuk a Flaubert-től kezdve minden írónak problémája, hogy azok mennyire szükségszerűek, és mennyire párhuzamosan futnak ezek a problémák. Tehát, hogy akkor lett probléma, amikor az Einstein, tehát az Einstein és a Joyce, azok egy időben voltak, és hogy ez nem véletlen. És amikor a 70-es években megjelentek a könyveid a 70-es évek közepén, tehát mondjuk nagyjából 40 évvel ezelőtt Fancsikó és Pinto a pápai vizekennek halózkodj, akkor volt valami a fejedben, hogy valami az akkori irodalommal kapcsolatban, itt nem is tudom, hogy teljesen máshogy kellene viszonyulni akár az irodalomhoz, akár a nyelvhez. Én többszörösen voltam idegen, mert idegen voltam, már nem idegen szívű, hanem... ugye én gimnáziumban, a piarista gimnáziumban jártam, az mégiscsak olyan volt, mint egy sziget. Ennek volt előnye és volt hátránya. Tehát az előnye az volt, hogy
amit soha nem tudtam a gyerekeimnek elmagyarázni. Az előnye az volt, hogy fantasztikusan lehetett tanulni. Tehát, hogy olyan volt, mint a... Hát látom, nevetgélek rajta fel. Tehát, hogy az egy milyen fantasztikus dolog, hogy ott vannak emberek, akik tudnak valamit, és átadják a tudásukat. Tehát egy ilyen nagyon... Mint hogyha mindenki szerzetes volna, a diákok is. Tehát ez egy nagyon... Nekem egy nagyon nagy élmény volt ez, hogy tanulni, hogy tudni, hogy valamit megismerni, és nem kellett semmi másra figyelni. Én nem tudtam, mi az, hogy kisz. Tehát ott értelemszerűen nem volt kisz, hogy érdekes is lett volna. De ez egyszerűen mind azt is jelentette, hogy nem nagyon tudtuk azért, hogy hol vagyunk. Tehát hogy a kicsit ilyen életidegen volt a dolog, tehát amikor kikeveredett az ember, akkor olyan, tehát úgy nézegetett ide-oda. Utána a matematika szakra kerültem, és ugye a matematika szakon se tehát ugye az A négyzet plusz B négyzet, az nem komcsi. És én meg csak ilyenekről tanultam. Tehát, hogy nem kellett avval nagyon, hogyha nem volt az embernek, tehát ugye végefele akkor voltak ezek a március 15-ig, tehát bele lehetett keveredni, meg ez nyilván túlzás is kicsit, ahogy mondom. De az irodalom szempontjából mindenképpen egy elidegenítő dolog, tehát hogy nem ismertem senkit, nem voltak fiatal emberek, akikkel együtt jártam, akikkel közösen írtunk volna, megbeszéltük volna, mert azok bölcsészek voltak. Én meg TTK-s. Tehát én nem ismertem senkit például. Úgy is mentem be, tehát mint egy az utcáról mentem be a kiadóba, vagy majdnem. És akkor ez azt is jelentette, hogy ezt még nem kellett volna, hogy ezt jelentse, de nem nagyon voltam tájékozott a kortárs irodalomban. Tehát az irodalomban, mint olyanban eléggé, úgy értve, hogy nagyon sokat olvastam, de a kortárs magyar irodalomban nem nagyon, illetve amit kezdtem nézni, az elég idegen volt nekem, illetve ami nem volt idegen, azok a költők voltak. Tehát a Tandori, a Petri, a prózaírók között a Bereményi az volt, emlékszem. 74-ben jelent meg a svéd király, és akkor azt... De ugye az egész, ami volt, abban én idegenül éreztem magam, de nem, ebben nem nagyon foglalkoztam, mert volt egy elgondolásom, és ahhoz ragaszkodtam. És az elgondolás, az független volt. Elvileg nem jó az, tehát az a jó, ha az ember tudja, hogy milyen közegben van, és aztán ezt hamar pótoltam is. De hát például én Mándit először, nem tudom, 17 éves koromban olvastam. Tehát az volt egy ilyen nagy modernitás élménye. És akkor elég jót tett nekem, hogy viszonylag hamar elkezdtem az osztrákokat olvasni. Az azért tett jót, mert ugye az is egy ilyen nyelvcentrikus, ellentétben a némettel. Nyelvcentrikus irodalom. És az ugye nem igazi olvasás, mert nem tudok annyira jól németül, tehát magyar fülem van, de hogy milyen fajta irodalom, azt abból tudtam. Ja, a német az milyen centrikus? Hát a német az más, az inkább historikus. Történt. Tehát a különbség, ami a különbség mondjuk a Thomas Mann és a Musil között. Mondjuk a Brochot már nem is említem. De amikor a Thomas Mann Musil, az jól látszik, hogy mi a különbség. Vagy amit tudom én, a Günter Grass és hát, időben nem mondjuk a Péter Handke. És ott a piaristák elzárt világából egy másik világba, akkor neked a foci volt valóban az összekötő ellen, vagy a foci az későbbi dolog? A foci az egy állandó faktor volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én két dologra emlékszem nagyon sokáig, hogy csak futballoztam, meg olvastam. Tehát, hogy semmi más nem csináltam. De ez elég volt. Hát a piaristáknál... A piaristáknál az nem, az ott az kakuktojás volt, vagy kölcsönösen egymásnak kakuktojásai voltunk, mert ott,
ott kosarazni kellett volna, kézzel érni a labdához. Ja, igen, a nagyon kemény hierarchia volt, tehát a rendes kosarasok, azok nem tudom, a kövesen játszottak, a félig jók azok a földesen, és a maradék, az voltam én, azok ott bent valami. De ott is kosarazni kellett csak. Tehát az a sötét. Igen, kézzel érni a labdához. És milyen várakozással adtad be ezeket az első regényeket? Az a helyzet, hogy ez kicsit ugyanaz történt velem, mint amikor a matematika szakra felvételiztem. Tehát ugye én láttam, hogy tehát elég nevetséges, amit mondtad, de tényleg így volt. Én azt gondoltam, hogy az egyetem az olyan embereknek való, mint én. Hogy te ezt nem gőgből gondoltam, hanem épp ellenkezőleg, hogy tudnék, én tanulni akarok. És azt is láttam, hogy ezt a nívót én megütöm. Ugye előtte voltam egy évet előfelvétel is katonaként festői hódmezővásárhelyen, ahol rendes matematikusokkal voltam együtt. Mondjuk onnét ismerhető, vagy olvasó ember számára mondjuk a Mérő László neve ismerhető. Tehát és lám ő például nem is lett matematikus, és az egyik legeredettibb matematikai gondolkodású fiú volt. De nem volt elég, tehát most csak semmi keveset nem akarok róla mondani, mert egy fantasztikus figura, és tehát csak jót tudok róla mondani. De hogy igazi matematikus legyen, ahhoz például hiányzott valamiféle megbízhatóság, vagy fegyelmezettség, vagy tehát ő hihetetlen jót tud csakhozni, de így, mint a tal, tehát a lecserélt mindent, és akkor egy paraszt. És a matematikában és az ő megoldása, azok mindig ilyen szivárványosak voltak. Tehát akkor láttam, hogy ezek a fiúk, akik tényleg elemi közük van a matematikához, amihez nekem nem volt, hogy azok mit tudnak, mennyit tudnak, és akkor én azt láttam, hogy hát arra azért jó vagyok, hogy az egyetemre bekerüljek. Tehát ebben nem is volt kétség bennem. Ez nem volt reális, tehát utólag nézve ez egy butaság volt, ezt gondolni. Olyannyira nem volt bennem kétség, hogy egy fél órát elkéstem a felvételiről, a írásbeliről. Mert ezeket a példákat, ugye már nem emlékszem az időkre, azt hiszem 3 óra volt megadva, ezeket fél óra alatt mindig meg tudtam csinálni, és hát ott is megcsináltam, de ilyet akkor se csinál rendes ember. Tehát valamelyik gyerekem ezt csinálta volna, mondtam volna neki, hogy hát én ilyet soha nem csináltam. És az igaz, vagy csak legenda, hogy amikor előfelvétel is voltál a katonaságtól, kikéreckedtél vasárnap templomba? Nem. De ez csak egy ilyen városi legenda? Nem, ez egy abszolút városi legenda. De most ebben a kurzusban szívesen nem megetnél. Már ez elég a piacra, illetve az se elég. Nem, ellenkezőleg edzésre kéreckedtem ki akkor, amikor nem volt edzésem. Tudnék, nem olyan érdekes történet, ugye 2 napra volt kimenőm az edzés, tehát ez nagyon fontos volt, mert a levegővételhez kellett, tehát egy levegőt, József Attila. Tehát 2 napra volt, és 2-ről meg kikértek. És akkor ez azt jelenti, hogy 4 napot a 7-ből, vagy nem is 7-ből, csak 6-ból, mert a 7. az nem az úrnapja, amit megszenteljük, hanem amikor a meccs van. Tehát 4 napot az délutánonként nem a kaszárnyába kellett tölteni. Ezt a legendát egyébként hallottad? Nem, is, hogy most hallottam. Kikéreckedtél valahonnan. Jó, ez nem tudom milyen forrás. És amikor... Nyilván. Még csak azt sem lehet mondani, hogy Fidesz, mert ők egy ideig nagyon vallásjelenesek voltak. Csuhások térdre és itt van. És amikor a 79-es termelési regény megjelent, akkor arról gondoltad, hogy valami olyan regény, amit ilyen sarokkő vagy alapműviként fognak majd emlegetni? Én soha nem gondoltam ilyesmit, vagy
kicsit kekkül azt mondanám, hogy ez nem is érdekelt, vagy nem is, tehát nem is tudott érdekelni. Mert nem válaszolta meg azt a kérdést, hogy amiképpen a fölvételinél, azonképpen, amikor bevittem a kéziratot a kiadóba, arra is azt gondoltam, hogy hát persze, hogy ki fogják adni. Tehát ugye ebben valamilyen módon nem, tehát ezen nem, miközben volt rossz tapasztalatom, tehát az elején ezeket a Fancsikó és Pinta történeteket küldözgették mindenütt vissza, olyan helyről is, amely helyen aztán később fontos és jó kapcsolatom lett, mondjuk például a jelenkorra, később nagyon kínos beszélgetések voltak, mert én mindig mondtam, hogy hát te küldted vissza, most meg ugye könyörgött kéziratot. És ugye nem is tartott ez nagyon sokáig, ez a visszaküldős állapot, mert én ezeket elkezdtem olyan 72-ben, tehát akkor 22-re akkor írni, és mondjuk 70, és mikor úgy is volt? És 73-ban jelent meg az első, de mondjuk 74-ig még jövögettek vissza. Tehát nem tartott csak egy, ahol két évig, csak az ember nem tudja, hogy két évig tart. Tehát mi egy héttel az első közlés előtt még nem tudja az ember, hogy most akkor vége van, hanem akkor azt gondolja, hogy akkor ez örökké így tart, vagy... És akkor erről én azt csináltam, hogy nem is nagyon gondolkodtam, hanem amikor visszakaptam a kéziratot, volt egy cédulám, amikor fölírtam, hogy ez a válogatás, ez volt itt. Tehát amikor visszakaptam, akkor azonnal, tehát a következő napi postával, vagy aznapi postával küldtem a következő folyóiratnak, ahol nem ismertem senkit. Tehát rendesen úgy, mint egy ilyen rossz regényben. Tehát kinéztem, hogy ki a főszerkesztő, megnéztem a címet, és akkor írtam. És akkor ez sokáig nem nagyon működött, de utána meg rögtön nagyon működött. Tehát amikor megjelent a Fancsikó és Pinta, akkor arról nagyon sok kritika volt, és a terméséről aztán még több, és én akkor azt is gondoltam, hogy ez a természetes. Tehát én egyáltalán nem voltam meghatódva attól, hogy a Szegedi Maszák és a Bojtár és nem tudom, hatan írtak egyről, és akkor azt mondtam, hogy persze, ez a nekik fontos, nem? Tehát hogy volt valami, de ezt nem ezéből, tehát nem gőgből vagy ezéből gondoltam, hanem nem nagyon foglalkoztam. Azért nem nagyon foglalkoztam vele, mert erre nem maradt nekem energiám. Tehát én csak... Azt gondolom, hogy ez igaz, tehát hogy nem szépítem meg úgy utólag, hogy tényleg csak a könyvek érdekeltek, a megírás. És nem gondoltam el annak a helyét, egyébként a mai napig én nem tudok úgy beszélni, miközben látom, hogy van nekem egy helyem, meg pozíció, meg ezen, meg azon mondom, de hogy erről nem tudok rendesen studírozni, nem is nagyon érdekel. Nyilván azért is nem érdekel sokáig, mert hogy elég jó helyzetekben voltam ez ügyben, tehát hogy nem kellett ebben nagyon brusztolnom, de hogy ebben nem, tehát hogy kérdezett, hogy sejtettem el a termelségéről, hogy nem gondolkodtam erről, tehát nem mondanám, hogy nem sejtettem, tehát aztán láttam, hogy működik, és az meglepett azért, tehát annak a elsöprő, nem tudom micsodája. A szerencsém volt, hogy én akkor kaptam egy ösztöndíjat, most olvasom a Magyar Nemzetben, vagy a nem tudom, a Magyar Nemzet cikkre adott válaszba, hogy ez épp azt bizonyította, hogy a rendszer támogatottja voltam. Szóval, hogy akkor épp egy ösztöndíjjal voltam egy 3-4 évig nem Magyarországon, és az nagyon jó volt, mert azt nem tudom, te emlékszel rá, mert az ÉS-be akkor egy ilyen vita, vagy nem tudom micsoda keletkezett a termelési regényről, és egy egész évbe mentek az olvasói levelek, hozzászólások, kritikák is, mert valami nem stimmelt, azt hiszem a történelem szemléletem az nem volt elég marxista, ami megfelel a valóságnak, tehát tényleg nem, de nem azért nem volt marxista, mert csak nem tudtam, hogy mi az, tehát csak azért. Még az akár lehetett is volna, akár véletlenül. Tehát ugye az például jó volt, hogy azt nem testközelből láttam, vagy tehát az akkor jobb egy kis távolság. Hát mondjuk akkor ilyen közeli konfliktusok sem nagyon volt a hatalommal,
vagy politikával, vagy hogy... Hát most jól jönne, én, amikor jól úgy, jönne, de... Úgy ráncoltam. De nem igazán. Tehát könyvemet nem tiltották be, börtönben nem ültem. Tehát azt mondjuk, mert én arra nem... Lefejezni nem fejeztem. Sok, hallom, hogy sokat lefejeztem. De nem akarom ezt elviccelni, hogy időnként szerencsém volt, tehát hogy mikor indultam, abban az nagy szerencse volt, ugye, mert az, hogy 76-ban, tehát az akkor volt a leglazább a dolog. És ugye a termelési regénye volt igazán szerencsém. Van egy nagyon érdekes levélváltása 10 évvel későbbről a Nádasnak a Pándi Pállal. Az akkor megjelenő... Kiadó volt, nem? Nem, a Pándi Pál az volt minden, nagyon szigorú. Hát most csak úgy mondanánk, hogy Komcsit egy komoly ember volt, de egy veszélyes, tehát rendes elvtárs volt, és ott mint cenzor működött, és az emlékiratok könyvén is. Van egy ilyen nagyon roppant izgalmas levélváltás, ugye ez egy nagyon értelmes pali volt, hogy mit akar, hogy a Nádas kihúzzon. A Nádas ugye akkor volt, ez volt 84-ben, 85-ben, vagyis akkor volt olyan 41-42 éves. És ez azért fontos, mert akkor ő ezt megfontoltan tudott, mint két férfi erről beszélni, hogy jó, azt kihúzom, de azt arról akkor azt érintetlen marad, és így tovább. Tehát egy regényben ez egy megcsinálható, tehát ez gerincesen megcsinálható dolog, nem egyszerű dolog. És ezt azért mesélem csak el, mert hogyha én 77-ben lettem kész, tehát 78-ban, akkor én 28 éves voltam, hogyha én egy ilyen helyzetbe kerülök, hogy elkezdik nekem mondani, hogy mit igen, mit nem, akkor én ezt nem tudtam volna tolerálni, mert én már azokban is annyira fölháborodtam és akceptáltatlan, amikor egy-egy szót akartak. Tehát volt egy, mondom a nevét, hogy rossz emlékezetünkbe őrizzük meg, a Kovács Sándor Iván, az kiváló 17. századi, és volt, és akkor ő volt a kortársnak a főszerkesztője, és az egyik szövegemben szerepelt az, hogy ártatlan magyarság. És akkor ezt ki kellett húzni, és akkor ezen ment, hogy három dolog volt, amit ki kell húzni, és akkor én harcoltam érte, és akkor a háromból kettőt kihúztak, vagy egyet kihúztak, és kettő marad meg. És az egész annyira megalázó volt, és annyira nevetséges, hogy hogy jön ahhoz, hogy tehát azt lehet mondani, hogy rossz, akkor azt meg lehet beszélni, de az, hogy valamilyen más szempontok, tehát ehhez az idegenséghez tartozik. Tehát nekem ezekkel az emberekkel nem volt kapcsolatom, nem volt rutinom, és akkor úgy gondoltam, hogy én egy író vagyok, ezt megírtam, tehát hogy ebben nem lehet beleszólni. És tehát egy lektor az beleszólhat, és itt, de hogy ez egy másfajta beleszólás. És a termési regénybe ugye 1000 alkalom lett volna, tehát az, ugye ez egy, azért az egy nagyon éles pamflet volt, tehát mondatonként bele lehetett volna vetni. És az volt a szerencsém, hogy a Kardos, aki az igazgató volt, az az egészet úgy átengedte, hogy volt. És az azért volt nekem fontos, mert avval lettem én definiálva magam előtt is. Tehát ezt mindig elmondom, hogy egy fiatal embert azt nagyon könnyű elnyomni, tulajdonképpen megszüntetni. Tehát kétszer kell metaforikusan pofogálni, és már nincs is. Tehát, mert még ő maga se tudja, hogy kicsoda. Tehát egy korán, hogyha valaki ilyen diktatúrának a kultúrpolitikájába kerül, az nem veszélytelen, van tehetségek is elvéreztek. De amikor megjelent a termési regény, akkor én úgy éreztem, hogy definiálva vagyok, és jöhetnek puknak a hátamra. Tehát, hogy akkor minden, most már meg tudom.
Ez nem egészen igaz, tehát, tehát el lehetett volna képzelni rosszabbul is a folytatást, hogy, tehát, hogy az emberek betiltják egy könyvét, az nem egyszerű, hogy azt a valamit tud akkor csinálni, hogy írja a következőt, és így tovább. Én egyszer voltam ilyennek a közelébe, a Kis Magyar Pornográfia, ami 84-ben jelent meg, az volt közel. De ezek is ilyen homályos történetek, mert igazából nem lehetett tudni, csak az, hát mindegy, nem olyan érdekes, csak az utolsó pillanatig nem lehetett látni, nem lehetett kiszállítani, de akkor ez egy ilyen magyar, tehát slendrián diktatúra volt, és akkor én hallottam, hogy a Pest környéki könyvesboltokban már kiszállították, és akkor azt gondoltam, hogy hát ha nem adják oda az én példáimat, akik körbe megyek, és mindenhol veszek 5-10-et, és akkor lesz 100 darab a példáim, azt elküldöm a 100 fontos embernek, hogy nekem fontos, és egyébként akkor megvan. És akkor az utolsó pillanatban talán a kiadói főigazgatóságtól mégis jött egy mehet. Tehát ott lehetett érzékelni, hogy az... hogy ott az a határon volt. A titkárnő, akit amúgy nagyon kedvettem, az így nézett a szemembe, és hazudott nekem. Kérdezem, hogy de akkor bemegyek a kardoshoz, és megkérdezem, hogy miért. És akkor rám néz, azt mondta, hogy ne akarjon bemenni. Ugye azért ne akarjak bemenni, mert akkor rákényszerítettem volna, hogy ő kimondjon valamit, amiről ő, a rutinos titkárnő tudta, hogy még igenre is, és nem is lehet. De ez az egyetlen, amit szabadságharcos múltamból tudok. A szerencsés helyzethez hozzátartozik, hogy Balassa Péter hogyan viszonyult ezekhez a művekhez? Hát a Balassának sokat köszönhet ez az úgynevezett, vagy akkor új prózának nevezett dolog. Tehát, hogy ő mondjuk egyszerűen úgy mondanám, hogy ő ezt komolyan vette. Ugye ez is hozzátartozik, azt gondolom, még a diktatúrához is, hogy gyereknek, vagy nem teljes értékű felnőttnek tekinti az alattvalókat. Úgy is viselkedünk egyébként. Ugye apaszerűen viselkedik a hatalmi struktúra, mi pedig gyerekszerűen, aminek van előnye, hogy úgy érezzük, hogy nincs felelősségünk. Csak úgy megtörténik. És ugyanígy, nem tudom, 50 éves korukig fiatal írók maradtak a már nem fiatal írók. És a Balassa pedig úgy kezelte ezeket, mint egyenrangú új állításokat. De többen volt, tehát ez egy fontos dolog volt, hogy egy kritikus generáció is tulajdonképpen rajtunk kísérletezett, tehát odaállt emellé. Ez fontos, mert az bizonyos értelemben megjelenít valamit, létezőbbé tesz. Az fontos, hogy a generációnak meglegyen a saját kritikus, mert annak van jó szeme rá. Jobb szeme, mint egy öregebbnek, vagy egy sokkal fiatalabbnak. Akkor most ugorjunk egy kicsit, jó? És a legújabb regényedből meghallgatnánk valamit. Hogy aztán majd ide-oda ugrunk az időben. A könyvei kapcsán akkor még... Még a struktúrának is megfelelünk, mármint ez az egyszerű történet struktúrának. Nagyon fölírtam, és majd jó össze is keverem. Jobb lesz, hogy ezt így hozzá tesszük? Hát valami. Egyszerű történet, vesző 100 oldal, a kardozós változat. 11. oldal. Én arról végképp nem tehetek, hogy az ön bátyja.
Von Heisenbáró, a titkos rendőrség feje, proforma az alfeje, de mindenki tudta, hogy az öreg Kroly hercegnek immár sem kedve, sem ereje, sem dicsvágya nem maradt betöltenie magas, bár setét polcot, és ez így volt jó mindenkinek, mind a császárnak, mind Lagymatak belső ellenzékének. Ingerülten járkált dossziékkal, jelentésekkel, jelentések jelentéseivel, és ezek kommentárjaival zsúfolt íróasztala mögött. A teremi szoba Kroly herceg finom, fáradt ízlését mutatta. Nem telt el pillanat, hogy ez ne ingerelte volna a bárót. Poros dossziékkal tömött, barátságtalan, szűk irodaszobát tartott volna a munkájához illőnek, esetleg valamely könyvespolc helyett kis alkovszerű bemélyedéssel, ahol a szükségesnek mutatkozó kínzásokat, de csak végső esetben, egy arra képzett emberük kivitelezhette volna. Körülbelül ott, ahol most az a méteres kínai váza áll. Még hogy Kína, még ha mejszeni volna. Herr Gráf, ön nincs abban a helyzetben, hogy kifogásolhatna ezt a megbizatást, ezt a mondanom sem kell titkos megbizatást. Nem csak munkájára, de diszkréciójára is számítunk. Számít az udvar. Egyébként se legyen finnyás. Vagy kölcsön kevesebbet. Járjon gyalog. Vagy ha hintón, ne hat lóval. Vagy ha hattal, akkor legalább legyen hű a feleségéhez. Vagy ha nem hű, akkor semmiképpen ne tartson fönn két háztartást. Érje be a császárság borokkal, a belső borokkal, barátom, a belső borokkal, nem lőrék, ne fintorogjon. Igaz, nem is medok vagy mi. Schweinfeld Henrik gróf, lábjegyzett, mert ő volt a vendég, E.P. Pillantása a kínai vázára esett, melynek elegáns vékony nyakára akár egy sál, buja nutria prém volt tekerve. Jól látja, barátom, nutria, ha a mellékvágányra siklik is így beszélgetésünk. Nutria telep, a Kroly kényelmes, a Kroly kegyelmes angol parkszerű kertjében van egy nutriáknak szolgáló tavaska. Hely, órákig tudtam őket nézegetni. Micsoda vidám fogak, barátom! Most hirtelenjében nem is emlékszem, hogy sárgák-e vagy halványpirosak. Hótpatkánynak is mondják őket, hát az kevésbé lelkesítő. Mio caster coipus. Az viszont ismét szép serőkelő. Megjegyzem, és ezt természetesen nem szánom oldalvágásnak, higgye el, nem szűkölködünk információban. Nos, a vázán látható prémet, vagy hozzá hasonlót sokszor hordta nemes Pázmándi Zsófi asszony. Ki ne emlékezne arra a kékes-barna villózásra körötte. Azt viszont ne kérdezze, hogy került ide ez a nutria darab. És kidobni sem merem. Pedig belső architektúrában nem vagyok ellenőrizve. Megállt az asztalnál, beletúrt a papírokba. Hűítő. És osztrigát sem kellene közvetlenül Ostendéből hozatnia. Talán. Őt nem is tudom. De ért engem. Fölteszem. Von Heisenbárónak mindenekkenek volt a feje, a hasa, a keze, ránézése vékedélyű, élvezkedő, javakorabeli férfi. Valójában szigorú, kedélytelen alak, akit a munkáján kívül semmi nem érdekelt. Lábjegyzett. A nők egy kicsit érdekelték. Nem is tudom, inkább a nők teste, a testi valójuk, vagy hát azt hiszem tulajdonképpen csak a kúrás érdekelte. Főként azt nyugözte le, hogy mindenik más. Akkor is, ha minden és mindenki mindig ugyanaz, ugyanolyan. Hát ez kész csoda, ez az ezerféle, 1003, tenném én hozzá fontoskodva, ugyanolyanság. Akár csak az iroda ügyei, egyformák ismétlések, a gyávaságok, a megvesztegethetőségek, aztán mégse hasonlítanak. Próbálta észbe tartani őket, hát tudnék a kurásokat, nem is egészen magától értődő, mi számít annak exaktul. Erre végül is talált megnyugtató megoldást. E.P. 12. oldal. Schweinfeld fölemelte a fejét. Most zavaróan magasabbnak látszott a főrendőrnél. Testében szinte az ellentéte, szikár, inas alak, sehol valami szelítség, csontok, izmok, megtört vonalak. Lassan mosolyra húzta a száját. A váró biccentett. Értem. Azt üzeni a mosolya, hogy fölteszi, én is értem önt. Hogy én tudok önről ezt-azt, és viszont. Hát ez lehetséges. De engem az öntudása hidegen hagy. Ön pedig hibázik, ha nem veszi figyelembe az én tudásom. Rólam mindenki mindent tud. Ha máshonnét nem, tőlem. Úgyhogy ezt a szállat elengedheti. Akkor tehát megegyeztünk. Tartsuk szemmel ezt a mi kis báránykánkat. Nem fogja kockáztatni a botrányt. És akkor van abban a várban egy fülünk. Egyáltalán mondja, vár az vagy vár kastély. Vagy micsoda? Micsoda?
De ezek a micsodák védik, uram, Bécset. Nos, csak gróf, nem tudtam, hogy időközben kuruc lett. Hát minden magyar. Jaj, ne! Hogy minden magyar kicsit kuruc, ugye? Nekem már az is elég volna, kedvesem, ha minden magyar kicsit magyar volna. Jobban kiismerném magam. Becsukta a dossziékat. Akar teázni velem? 4 óra. Lábjegyzett a nevezetes 4 o'clock tea. Megértem, ha nem. Lábjegyzett. Takarodjék a repedsarkú kurva jó édes grófi édesanyjába, vagy szétveretem a tökeit, és még le is nyeletem, mi a fasz képzel, maga szerencsétlen. Azt hiszi, lopjuk itt a demokrácia drága idejét. Epi. 13. oldal. Bábel nemzetsége lett a magyar, zavart a nyelvük. Hát nem fenségesen zavart, mint ki hebegne, habogna, az úr pallosának villámjától ijedten, magát az urat félve, nem pedig annál kisebben. Hanem miként a gyermek, kire részegesen moslék apja rárontott, s azóta retteg a szó a szájában, jön-e is, meg nem is. Vagy miként az a gyermek, kibe nem pakolt bele rendbe mindent az úr. Eképp azután együgyű derűvel kerünk benne a szó, olykor csupán a betűk, kik állónak egymás mellett jóféle sorrendben, mégis némán. Mászkálnak a barázdát nyelven, a benyomott orgyökön, a belső szemzugban megjelön mongolredőn, mely még a könyök öblöt is elfedi, a könyv öblöt is elfedi, és eredők alól pislognak ki a szempillák, hogy már ránézésre is sejtíthetni, az úr útjai kifürkészhetetlenek, és még az is előfordul, hogy nincsen út. Vagy miként az idő által elhusángolt régi ember, kit saját élete hajház föl s alá, anélkül, hogy tudná, hol a fönt és alant, a messzi gyerekkorába üzték-e épp, vagy ha most van, akkor hol az itt? Vajon ebédhez készülünk épp, vagy a váradi pasa ellen? És minthogy más szó való a gyöngécske berbécs ragúhoz, mint a vadul ránk zúduló alakhívőkhöz, így idegen marad folyvást a szó, igazodván hol a berbécs fűszerekhez, hol a görbekart halálos ívéhez. Miközben nem kizárt, hogy valójában délutáni ejtőzésünket tartjuk illatos sejmes párnák kirejtezhetetlen fenyegetésében. Úgy kering szegény horgonyzás nélküli magyar szó, hogy aki hallja, érti ugyan minden pillanatban, csupán azt nem érti, mit is ért. 14. oldal. Elhatároztam már tavaly, lábjegyzett 17. század közepe, hogy rövid mondatokat írok, rövid magyar mondatokat. Alany, állítmány, tárgy. Szerettem az apám. Részvétlenségemet jó cselekedetekkel leplezem. Értékelés részvétlenségét jó cselekedetekkel leplezi, ellenőrzése folyamatban. 15. oldal. Örülni, súgta maga elé nyári pár, ezt kellett volna megtanulnom. Vizes bort ivott, szomját oltani ebben szerette. Noha azt szokta mondogatni, bor nem szomjúság, étel nem égség ellen való. Lábjegyzett, francia mondás. Lábjegyzett, lábjegyzete nem francia mondás, a francia fordító. Francia mondás, én Rabelais-nél olvastam, éhínség idején nem gilt. Epé. Leszállt az este, mint két szalag, egy ezüst meg egy zöldes szürke fonódott egybe lent gedőcsvár alatt az ipoly és a kicsinden sebes sodrású korponak. A törökök is, a szúnyogok is nyugovóra tértek. Taníts meg örülni. Ezt kértem tőled. Régen volt. Nem kértem gazdagságot, adtál. Nem kértem hírnevet, adtál. Így szóltam volt. Nyisd meg, uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam. Nyisd meg engem mindenestül. Ajkamat, szívemet, egész elmémet, hogy dicséretedet hirdessék tetteim. Szavam, hallgatásom, tettem és tehetetlenségem, mind. Mind. Ma megöltem egy macskát. Megöregettem, már csak macskát ölök. Macskát szúnyogott. Macskát szúnyogott ellent. Macskát szúnyogott ellent áruló barátot. Akarnám megédesíteni az Isten irdatlan létezését. 22. oldal. Ha megöltem egy macskát, megöregettem, már csak macskát ölök.
Kicsi macska, gyerek macska, pólyás, alig kezdett élni. Mit lát vajon? Minden. Rejtélyes állat. 7 élete van, vagy 9. Ez melyik lehet? Melyik volt? 2 nem jó macska farkára kötni, álmot és gondolatot. Szeretek délutánonként ebben a nagy dímatlan karosszékben ülni, egyre inkább, egyre hosszabban. Apám is ebben ült. Akkor egy trónushoz hasonlított. Most önmagához. Az is valami. Ültem, lógattam a kezem, és ha a macska hozzáért, megsimogattam. Olykor görcs rángatja a lábam, az izmok ellaggott húzalait. Egy erősebb futamra a kezem is megrándult. A tenyerem, markom, menne a cica nyaka, nyaka gerince. Hallottam a roppanást, mint a sötét aranyra égett cukor, ha a türelmetlen kis kanál által döfödi. Megbénult a 2 hátsó lába, sírt akár egy ember. Rossz ezt hallgatni, de nem éreztem részvétel. Kiengedtem a kezemből. Elejtettem, mint akinek köze sincs hozzá. Lávábó interin a centész manus meász, et circum dábó altare tuum domine. Lábjegyzett. Megmosom kezeimet az ártatlanokkal, és körülveszem uram oltárodat. Az imakönyvem, pontosabban misekönyv a Missale Románum szerint, amelyből ezt kiírtam, 2 dedikációban változatlan írással, fekete töltőtollal, Marcelnak mamától, Mikulás 1932. Kékkel, Péternek nagymamától, 1959 Szent István. Marcel, 1 ellel. Új dedikáció nem lesz már ebben. EP. Gyermekkoromban papnak készültem, játszásban miséztem, de mint az első keresztények titokban. Apám dühösen ugrott nekem. Atyám uram, én nem viccből játszom, de mindenek fölött komolyságból. Nem számít. A jó szándék nem számít. Az Úr neked nem a kenyeres pajtása. Macska, hallasz? Nem élek elég radikálisan. Úgy élek, mintha az öröklét várna, s nem a teljes megsemmisülés. Vagyis jövőm rabságában élek, és nem halandóságom végtelen szabadságában. Az Isten nem kényelmes fogalom. 24. oldal. Húzta a kicsi macska maga mögött a lábait, mintha belehitt. Mint egy sebesült a csatában. Meghal, az ilyen sebesült meghal. Kínok közt. Tudom, láttam. Ha volna bennem igazi részvét, agyonütném. Macskát szabad agyonütni. Nem kell hozzá engedély. Emberekhez kell. A lelkiismereti, azaz a te engedélyed, mindenható Úristen. Sír, sír, mint a gyerek. Sír, nyáladzik a pofácskája. Ütni kemény fával, valami bunkóval, karthüvellyel, kisebb gerendával, ütni, amíg mozog. Nem mozoghat, fontos. Ne szenvedjen, fontos. Legyen este, akkor nem látszik. Felhőbe hanyatlik a romos nap, áldásztusa. Csak a te csillagaid fent. Fényszeplő, kedélyes hunyorgás az ég. Lábjegyzett, zokogó macskák a föld. De nem akarnék senkit befolyásolni. Ebből. Pászmándi Zsófia, a nagy magyar asszonyok, a kanizsai Dorottyák, a Zrínyi Ilonák klasszisából való, a lelki nagyságot és a hazafias érzéseket illetően. Nevéhez nem fűződik Hóstedt. Így alakult. Nevét nem övezi a nemzeti emlékezet áhítata. Szerepet játszhatott ebben Perény kastélyának helyzete, közel Bécshez, közel Pozsonyhoz, se Bécsnél, se Pozsonynál, de nem is a senki földje drámaisága. Vagy nem történt semmi, vagy innét nem látszott, hogy történt volna valami. A kastélyfalon egész az ablakig fölkúszott a csipkerózsa és a vadkomró.
nagyasszony büszkén pillantott a kertjére. A kertben négyszögű vizecske volt, amelyből ezüst vértes halak ugrottak aranylegyek után. A parton sok virág köz csupasz kőasszony hasalt, róla mintázták nagy titokban. Rajta kőgyerekek hemperegtek. Volt egyáltalán gyermeke? Erről majd később. És mozsárból ontották a vizet. Ekkor vágtattuk el a két spion, mondhattuk volna szebben is, a két titok zsandár a kastély előtt. Ők látták a kastély nem látta őket. Így megy ez. Lábjegyzett Kurt Vonnegut Jr. E.P. 30. oldal. Ezt hallott, visszafordult az ablaktól, szerette ezt a mozdulatot, ilyenkor, mintha egyenesen a mennyországba lehetett volna belátnia. Ott ült az édes mosolygó boldogasszony a gyermek Jézussal a térdén. Festett kép volt, melyet egy régóta elporlat Pázmándi úr hozott Róma városából, midőn a maga idejében elkísérte a híres Bakócz Tamást a pápa választásra. A szent képet egy Vinci Lénárt nevezetű firenzei képíró csinálta, akivel a frank király is dolgoztatott, és aki, mint mondják, ügyes volt a maga mesterségében. Jöjjön csak, tisztelendő úr, ne tartson semmitől, kezdetben vala a kezdet, nem pedig kegyelmet, dicsértessék. Ez volt a szavajárása, kezdetben vala a kezdet, vagyis, hogy nem a szó, sokkal inkább a csönd. Pázmándi Zsófia szerette a csöndet. A zenében is a csöndet szerette, azt, amit a zene a világ zajából kivált. Még az imádkozás lehetett volna ilyen. Mindörökké, hajtotta meg magát az ajtóban Gerendás Péter. A 35 esztendőt számláló férfi szeminarista korában rendszeres úszással lábjegyzett. 17. században, 50 hiszem, RP. Rendszeres úszással szolgálta a teremtés ékességét, erendendő kövéres felsőtestére innét is rakottak zsírrétegek, lábjegyzett, a kötelező úgynevezett fóka réteg, ahogy a vízilabdások nevezik manapság, Wiesner Tamás szíves szóbeli közlése. Meg lehet izomzat is, amelyből mostanra a vállak és hát a vitézekre emlékeztető mackós szélessége maradt. Lefogyott arca beesett, szeme elveszítette régi kicsi kedves csillogását. Atyám, csóválta a fejét az asszony, nem látom egyességben úgyis, mint harmóniában tekintete kókatságát a hivatásával. A hit mindenek fölött derű, ha nem tudná, kedves barátom. Majdnem azt mondta, fiacskám. Vagy talán nem hisz a mennyek urában? Nem kelmed volna az első suszterkinek lyukas a cipője, ne piruljon el. Mindig elpirul. Maga mégiscsak egy férfi, ha nem tud is róla. Jöjjön már beljebb, olyan, mint a félne tőlem. A pap megemelte a fejét. Nem félek, asszonyom, suttogta összeszorult szívvel. Harmincegyedik óta. Az Isten szerelmére jöjjön már. Isten nevét hiába vettem, nem kérek bocsánatot. Gyonni még kevésbé fogok magánál. Látom, hogy hazudik, fél. Kicsit fél, és ne piruljon el már megint. Ezért beszéljünk másról. Azt mondja meg, inkább fölbe dugták-e rendben azt az átkozott boszorkányt. Asszonyom, önön édesanyjáról beszél. Éles elmélyű megfigyelés a klérus részéről. És van a tisztelendő úrnak holmi kifogása? Így nem szabad beszélni arról, akinek az életét köszönhetjük. Pázmándi Zsófia szinte felröhögött. Isten szolgájának pedig eszébe jutottak a temetése mondott szavai. Micsoda ürességek. Kedves, gyászoló gyülekezet. Nem kedvesek, nem gyászolnak, nem is gyülekezet, csak együtt állnak. Égi jövőnk, fülünkben nehéz göröngyök, tompa dübörgése. Nem tudok imádkozni, és hangosan imádkozom. Minél inkább nem, annál inkább hangos. És galádul másokat is erre igyekszem rávenni. Csönd. Döglusta. Majdnem mosolyok ejtette ki az asszony a szót, kis szünetet tartva a dög után, az emlékezés indulattalan révedezésében. Alaposan megnézte a gödröt, atyám, elegendő mélyre ástak, elegendő földet hánytak rá? Szemtelenül koppantak a kérdések. Az fáj, hogy nem fáj, gondolta Gerendás, és megfeszítette a hátizmait. 32. oldal. Az fáj, hogy nem fáj, lábjegyzett. Hányszor, de hányszor éreztem már ezt? Ha meg fáj, akkor az fáj. Nincs menekvés. Jobbra nézel a török, balra az osztrák. Megint jobbra kurucok, megint balra a lavancok.
hely bináris, bináris, lennék bizony magam is. Azt már ő nem fáj. Erre mondta Gerendásnak az Úristen, mikor néhány évtized múlva találkoztak, hogy miért gondolja azt, hogy mindenképpen a fájdalomnál kell kikötnie. Pontosabban landolnia, így mondta. Folyton a fájdalommal takarózni, mintha ez volna a teremtés közepe. Ezt hívják fiam Gicsnek. Mindegy, most már mindegy. És lágyan szájon csukorta a boldog Gerendást. 33. oldal. Meghalt, nem sajnálom. Nem szeretett, én se szerettem. Olyan súlytalanul mondta ezeket a szavakat, mint egy ismert anekdotából valók volnának. Kislány koromban derékig ért a hajam, mint egy függő. Aranyfír hang, hogy a hiúság édes köntösébe bújjak atyám. Veszélyesebb az asszonyom. Erről talán majd máskor is, ne szóljon közbe. A természetes büszkeséget a gőg hídja köti össze a hiúsággal. Réves, ne prédikáljon, figyeljen inkább. Fogta ez az én anyám, itt ma kegyelmed jó mélyre elásatott, szép szavak és csöndek és orfacsaló tömjén füst kíséretében, és ha minden jól megy, és a fennem való uralma alatt álló természet teszi a dolgát, kihez már hozzá is láttak a férje. Nem asszonyom, majd ha összeroppan a koporsó, akkor. De elég, ezt már szeretem, ezt a földön járó gyakorlatiasságot. A kenet teljes Gicset kivált az úr utája, higgy el. Szóval, fogta, és a hajamat a csuklója köré tekerte. Ígyen hozzáráncoltatlán verte a fejemet a falba. De hát miért? Itt egy megneszült kisgyerek úgy nézett maga elé a perényi plémáros. Az űrnő majdnem megsimogatta, az utolsó pillanatban kapta vissza a kezét. Ezért is lehetett keményebb a hangja. Nem mindegy, bármiért. Valamiért és valami helyett. A lélekdoktorok a megmondhatói. De a lelke se érdekel, ha volt egyáltalán neki. Ne szóljon közbe, atyám. Semmit nem csinált a döglustája. Délig aludt, délután öltözködött, a virágos atlasz jánkerje. Este meg vígan eltűnt apámmal, hogy aztán apám fényszagú ágyába kössenek ki. Lábjegyzett, mintha óvatos Hamlet utalás volna ez. Jobban kéne ismerni a Pázmándiak családfáját. Miért meséli ezt nekem, asszonyom? Pázmándi Zsófia leintette akár egy gyereket. Midőn vérezni kezdtem, mondották méhen kívüli hasasság. Vizsgattak főtől talpig. Lábam az égnek, a micském szanaszéjjel, a torkomig belátott, mint ki arra járt, mondjuk az angyalok serege, és az derült ki, hogy minden rendben. Kívül van ki kívülre való, és bévül ki oda. Forsriftos hasasság. És hogy mi legyen a gyerekkel? Isten ajándéka. Isten szégyenítse az ilyen gondolatot. Szépen kérem, tisztelen urat, fogja be a pofáját. Mi legyen, kérdé a fehér ruhás, nem is tőlem, hanem a lábam közitől, attól, ami éppen szembenézett vele. Csecsemetse jutott Gerendás Péter eszébe a dévajszó. Az anyám őrjöngve ellenezte. Lustaságból. Engem is csak lustaságból szült meg. Igen? Ellene vagy? Akkor én meg akarom. A pap mosoly nélkül csatlakozott a nagyasszony diadalmas mosolyához. Kezdetben vala a kezdet. Tartatunk egy kis szünetet. Már ugye az ország. Van egy kicsi előttem is van. Igen, még egy kicsi van. Vagy olvas a végig? Majd visszatérünk. Na most az összeset mondod, hogy... Az összeset mondom. Majd akkor majd vissza. Az a jó, hogy már pontosan megbeszéltük el, hogy hogy meg. Visszatérünk. Akkor tartjuk magunkat ahhoz, amiről elfeledkeztünk. Igen. De akkor maradjunk itt, mondtam, hogy ugráljunk vissza, de majd esetleg később. Más műveivel maradjunk itt is többször elhangzott, meg egyébként is mostanában, mint hogy elég gyakran használnád ezt a szót, hogy gics. Hát mert tele vagy. Miért? Hogyan definiálod te azt, hogy gics? Hát amikor kiszedjük valamiből a mazsolát, és csak a mazsolával. Tehát nagyon sokat, tehát tele van. Most a leglátványosabb gics mondjuk a hazafiasság gicse, ami most nagyon erős, vagy a vallásosság gicse. Tehát valami nem létező harmóniának a
Tehát amikor nem beszéd van, hanem a rizsa. Rizsa. Ennél gyakori szerintem most. Nem is kelet-európai specialitás. Tehát ez az óvatos, a mindent lekerekítő, a tulajdonképpen a ami az öröm helyett az élvezkedést teszi a központba. És itt meg az öröm nem, nem. A regényben. Igen. Vagy legalábbis az egyik. Tehát akkor ezt úgy máshol is tapasztalod Európában? Hát pohanat. Hogy egyáltalán ez a népszerűségnek a terrorja. Tehát, hogy a gazsulálás, tehát a művészetnek a gazsulálása a művészet fogyasztójába. Tehát, ha már így is definiáljuk, akkor nincs is más választása. Tehát, amikor a tévében semmi más nem számít, csak a bekapcsolás, hogy hányan kapcsolnak be, és ha nem elegen kapcsolnak, akkor megszűnik a műsorod. És akkor ugyanígy az irodalomnak is nagy veszélye ez. Mint hogy nálunk nem olyan nagy üzlet az irodalom, tehát egyszerűen fogy a magyarság. Tehát, hogy kevesen vagyunk, tehát, hogy nem akkora piac. De ez külföldön, ez egy erős, tehát ez egy létező dolog, hogy és ugye ez nem úgy jelentkezik, mint valami külső gonosz hatalom, amely ellen az irodalom védekezik, hanem hogy az irodalom többé vagy kevésbé magáévá teszi ezt az elvet. Vannak óckodások, tehát azt is kitermeli magából. De ahogy sokszor elmondtam már, hogy már múltkor is mondtam, hogy ugye a jót és a népszerűt azt összekeverjük, vagy azonosnak tartjuk. Tehát nehezen tudunk már olyan művet mondani, regényt mondani, amelyiket jónak tartunk, és ne lenne siker. Tehát nem is a népszerűt kell mondani, siker. Tehát a sikert és a jó. Olyat még tudunk mondani, hogy sikeres, de vacaknak tartjuk. Tehát ilyet tudunk. Tehát vannak. De fordítva már nagyon ritka. Tehát az a fajta, hogy tudjuk, hogy jó, jónak is tartjuk, erről konszenzus is van, de 312 példányban jelent meg, és mindegyiket a József Attila adta el saját kezében. Tehát ilyen nagyon kevés van. Már még a 60-as években bőven volt ilyen, és egyre kevésbé van ilyen. Egyszerűen nem is, ez kívül esik a raszteren. Ugye sok fordítás van, de ugye arra, tehát mire van figyelem? A nagy névre van figyelem. Ennek az ember néha kedvezményezettje is fordítottan. De az irodalom az másképp működik. Ott nagyon fontosak a halk szerzők. Tehát egy halk könyvnek nagyon kicsi az esélye. Még akkor is, hogyha egy ismert szerző könyvei között van. Csak a hangosnak. Attól még az lehet jó. Tehát, igen, sőt, ugye azt feltételezik, mert ha nem jó, akkor nincs miről beszélni. De ez egy trend. Tehát, ugye nem, például nagyon más zajlik le a zenében. De a zenében az történt meg, hogy bezárta saját magát. Ugye az se jó. Ugye lehet látni kitörési pontokat, nem tudom, mondjuk, vagy az opera felé, ugye az egy megoldás. A kortárs zenére gondolsz? A kortárs zenére. Tehát nem tudom, az ötvös. Az ötvös az nagyon jó példa, mert az ötvös példa megpróbálja a jazzt is behozni, tehát egy nyitottabb felfogást képviselni. Nekem nagyon tetszik az árt, csak annak, tehát súlyos következményei van. Tehát elszigetelődik. Mondjuk ilyen halk, nem a Varga Mátyásnak a Parsifal, ami szó se... Hát még, és ő, ugye az még nem is jó példa, mert ő a maga... Tehát őt azért nagyon tudjuk, hogy ki. Tehát mondjuk szakmán belül az látszik, tehát az egy nagyon fontos hang.
De hát egyáltalán az, hogy, hogy versek, verskötetekről nem beszélünk. Igen, igen. Versköteteket hát nem fordítunk, versköteteket nem fordítana. Tehát ha valaki költő van, az nem is tudom, hogy mit fordítottak költészetből le. Nem tudom, újra és újra, legjobb esetben Pilinszkit fordítani. De egy kortárs magyart, azt nem. Petridekból. Tandurit fordítottak osztrákra, így mondom, Grazba jöttek, és akkor neki ki is alakult egy ilyen kicsi ilyen drukker, de ezek ilyen hát játékok. Mondjuk ebből a könyvből is látszik, meg a többiből is, hogy még hogyha nem is mondanád, hogy te abszolút nem foglalkozol az olvasóval. Ez így nem igaz, dehogy nem. Ezt nem mondanám. Sőt, nem, ez egyszerűen nem igaz. Írás közben az írással foglalkozik. Írás közben senki komoly ember nem foglalkozik az olvasóval. Eleve van egy belülről definiált viszony, hogy rá vagyok utalva. Tehát, hogy ez egy közös ügylet. Tehát, hogy egy dialógus van. Úgy is képzett, én ezt nagyon konzervatívan képzem el. Úgy gondolom, hogy a könyvem beszélget az olvasóval. Erről van egy elgondolásom, és akkor utána nem gondolkozom azon, hogy, vagy csak nagyon primitív módon, hogy eláruljam. Tehát, most már illen egy bekezdést, mert azért ez túl hosszú, így egyben, talán nehezen olvasható. Tehát én nem is gondolom azt, minden elkező híresztésem, hogy nehezen olvasható volnának a könyveim. Tehát én az a feltétlenül hamis önképen van, hogy ez egy könnyen olvasható, szórakoztató. Tanít nevel szórakoztat. Ez komoly, tehát nem vízből mondom. Tudom, hogy nem egészen ez a helyzet, tehát hogy látom, hogy milyen könyveknek van nagy sikerük, de megtévesz néha, hogy egyik másik könyvemnek szintén van sikere, és akkor ettől maradhatok ebben a hamis álomvilágban. De nem, tehát az így nem igaz, hogy nem, hanem tehát közben nem lehet, tehát közben az korumpálódás. Ugye a Pamukot hallottam én nyilatkozni, hogy hogy ő most nem tudom hány 10 vagy 100 ezer példányban Dél-Koreában kiadták, és akkor ő meggondolja, hogy a következő könyvben úgy kell azért írni, hogy a dél-koreai olvasó is. Én mondom, ez már Nobel-díj után volt. Nem, ez előtte volt. Nem, hát ő népszerű író. De előtte, utána is mondott hülyeségeket, hogyha ez nem... Tehát, hogy ez például... Ugye el lehet gondolni így az irodalmat, és ez nem ördögtől való. Tehát ez egy kicsit ilyen angol szászos elgondolás. Tehát az még lehet nagyon jó, hogy ezt másképp, hogy kicsit másképp gondolják. Tényleg úgy gondolják. Hát mint ahogy a, nem tudom, középkori festők. Tehát ugye ott volt egy megrendelő, és akkor megrendelőnek, ugye van ez az anekdota, csak nem tudom már melyik festővel, hogy miért pontosan négyzet alakú, szabályos négyzet alakok a festmények. Hát azért, uram, mert ez a tökéletes harmónia, ez fejezi ki azt a dialógust, ami az ég és a föld között van. Hát egyfelől, másfelől meg ekkorát rendelt a herceg. Tehát, tehát egy ilyen gyakorlatiasságnak van értelme. Hát irodalmas, a klasszikusoknál is. Vagy pályázatok, vagy rendelések. Az, hogy érted, hogy valamit komolyan veszünk, és komolyan csinálunk, és ülünk benne a szobánkban, és valami tisztességesen csinálunk, azt nem biztosíték semmire. Hát jó nevű kollégám, amikor nagy kártyaadóságokat csinált Wiesbadenba, akkor 2 hét alatt összecsapott egy regényt, mert ki kellett fizetni a pénzt. Ez a Dostoyevsky nevű ember volt, a Játékos című fércművével. Tehát lehet, hogy nem 2 hét volt, hanem 3 hét, de facto remek mű. Tehát, hogy ez tök mindegy, hogy azért írjuk meg, mert a szeretőnek új lovat kell venni, vagy cipőt, vagy strandbérletet. Tehát az nem... Az, hogy
a tisztességes, a legfeljebb kiterítenek úgy is, de nem biztos, hogy jó regényt ír. Az nem számít. De, hogyha olvasja az ember, akár ezt akár más, kicsit olyan is, mint hogyha szórakoznál az olvasóval, de hogy máshogy fogalmazzam, nem tudom én, egyszerűen mondjuk a játék, ami benne van. A legutóbb, amikor beszélgettünk, ennél elakadtunk, mert rákérdeztem, csak aztán utána más vágányra mentünk, hogy ugye az irodalom a számomra játék is, tehát hogy ez egy fontos eleme. Akár olyan módon is, mint a foci. Vagy most ugye a Wittgenstein féle nyelvjáték is benne van, de hogy van egy pálya, vannak keretek, vannak szabályok, de azon felül, vagy azon belül millióféle variációs lehetőség van. Hogyha most nem azt mondom, hogy szórakozol az olvasóval, vagy a könyv szórakozik, hanem mondjuk a játéknál adom, akkor a cím is egy kicsit, mint hogyha ilyen lenne, hogy egyszerű történet, meg a kartozós változat. De sokkal inkább az, ami, ahogy arról, hogy ezt megalkottad, kíváncsi voltam, hogy olvasod, hogy egyben a jegyzetekkel, vagy pedig... Ugye fölolvasni nem, tehát fölolvasásnál, ha nézted, akkor láttad, hogy majd, tehát nagyon sokat kihagyom. Mert tehát ha jobb színész volnék, akkor lehet, hogy tudnám ezt érzékeltetni, de nagyon széttöri. Ugye az olvasó az egyben szabadabb, tehát ahogy a lábjegyzetekkel bánni szoktunk, ugye, vagy figyelmen kívül hagyjuk például, vagy elolvassuk az oldalt, visszamegyünk, vagy megtörjük, és akkor lesz az az effektus, tehát legalább háromféle módon tud ez működni. Miért csináltad ezeket a lábjegyzeteket? Tehát úgy kezdeném, hogy én ezt komolyan vettem a címet, tehát hogy legyen százoldal egyszerű történet, tehát legyen történet, ott legyen egyszerű. Ugye ez összefügg azzal, amiről beszéltünk. Tehát ugye ez a szerintem eléggé ostoba, illegitim vágy, vagy nem is vágy, hanem nyomás. Ugye, hogy egyszerű történeteket mondjunk el intelligensen. Jól. Na most értelemszerű emberem semmi ellenkezés nincs a történettel szemben. Tehát ha van történet, vagyis történik valami, amit el tudunk mesélni, mert ugye csak akkor történet, ha el tudjuk mesélni, hát annál nincsen jobb. De ha nincsen, és úgy csinálunk, mintha volna, hát annak is van neve, az hazugság. Tehát akkor ez egy hazug szöveg. És van, aki jól tud elmesélni, van, aki kevésbé jól, mindenféle történik. És most úgy gondolom, vagy azt remélem, hogy lesz még legalább két ilyen egyszerű történet vesző száz oldal, különböző változatok, hogy lesz egy olyan, ami tényleg egyszerű lesz, és rendesen száz oldal lesz, és még történet is lesz. Tehát ugye ez a, vagy a lábjegyzetekben van ugye az a, ugye volt itt egy kör futva az idézetekről, és akkor mindenféle gorombosságok is elhajtottak. Tehát rendben van. Tehát Európában minden szót meg tudunk lábjegyzetelni. Tehát nem tudnánk úgy tovább menni. Egy név előtt is rögtön meg lábjegyzeteltünk. Már Goethénél is így volt. És akkor der volt, és nem az. Hát illetve das, de nem tudunk jól németül, ezért. De erre vonatkozó filológiai megjegyzés is benne van hátulat. De az Európa az így működik, szerintem ebben a sűrűségben, hogy minden mindennel így összefügg, a szavak meg különösen összefüggnek. És akkor ez egyrészt egy valóságos információk, valóságos hamis információk, meg ennek az igénynek a paródiája is, meg beteljesítése is. Megvan, amikor a jegyzetnek is van jegyzete. Egyébként, hát van szerencsék, ha pozrát, akkor az nem lenne vége. Tehát nyilván, ugye ebben például sok effektus kiesik, mert ugye lehetne egy olyan változat is, hogy a lábjegyzet változat, ami mindig a lábjegyzet, lábjegyzetnek, a lábjegyzetének, a lábjegyzetének, a lábjegyzetének. És az egy nem volna érdektelen dolog. Lehet, hogy meg is csinálom, csak kicsiben. Tehát, hogy nem száz oldalban, mert annyi nincs benne, mert most azt gondolom, hogy annyi. Uh-huh.
mert ez elvisz sokat. Az is mindig érdekes, hogy az emberek vannak elgondolásai, és akkor megír egy könyvet, és az a könyv az letakar a következő könyvekből valamit. És akkor azt akkor más kell csinálni. Biztos, hogy kulcs szó az öröm, még a fülszövegben is ezt emelik ki, meg az ezzel, ugye már a bevezető részben a boldogság már többször elhangzik, és aztán utána az első fejezet az öröm szóval kezdődik. Meg azzal is végződne, csak ugye ez az utolsó oldal, nem az utolsó oldal. Tehát azért játszol sok mindennel, ezzel is játszol, de hogy most az örömön kívül, ahogy olvastam, nekem arról is szólt, hogy a kultúra ideje az teljesen más, mint egy lineáris idő. Tehát, hogy az egymásra való válaszok, az ide-odaugrás, az nem tudom én, ugyanúgy működik, mint a kvantumfizikában. Hogy nem csak visszafelé, hanem előre, vagy nem csak előre, hanem visszafelé is vannak hatások, meg jelentés, meg változások, áthelyeződések. Nem tudom, érthető, amit akarok itt mondani. Olyanokat, mondjuk van egy, nem tudom, mondjam, egy főszöveg, ami egy 17. század, és akkor jegyzetekkel időnként magyarázod, vagy valami információt hozzáfűzöl, vagy egy EP nevezetű valaki, de egy 17. századit esetleg olyannal magyarázol, ami 20. századi. Ugye azról el lehet valóságosan tűnni, hogy mi az a történelmi regény. Tehát még akár talán ez ügyben Lukácsot is el kéne olvasni. Tehát, hogy mit csinálunk, hogy innét nézünk oda-vissza, vagy próbáljuk elgondolni, hogy milyen volna onnétról beszélni. Hát ezt én nem próbálom meg. Tehát nem így működtetem. A történelmi regényt inkább kulisszaként működtetem. De egy olyan kulisszaként, amire hirtelen a saját korunkból, ami hirtelen nagyon, nagyon életszerűnek tűnik. Hirtelen nagyon megértjük ezt valamit ebből a 17. századi összevisszaságból. Vagy félreértünk, de nagyon aktívan értünk félre. Amúgy is a félreértés az olvasásnak egyik nagyon legitim módja. Meg azért igyekszel hozzájárulni ez a félreértéshez. Mire gondolod? Vagy maradjunk a nyelvtelen. Mondjuk a legfeljebb annyira, hogy a Mohácsi vész 1525-re van téve. Egyébként nagyon nehéz olyan regényt írni, aminek az összes referencialitása hamis. Tudnék, elvileg ezt kéne. Azért igyekszel. Tehát ebben ezt mutatom, hogy ez milyen. Mutatom, hogy ez milyen. És mint jól tudjuk. Tudnék, hogy annak nincs jel, tehát hogy a regény pontossága az nem ez a pontosság. Nem az a pontosság, hogy rendben vannak a... De szövege válogatja. Tehát a Mésző Miklós dőlt majdnem kardjába, amikor megtudta, itt is tudott meg. Valamilyen mezőgazdasági ügyletet, tehát hogy a krumplit, nem tudom, hogy a krumplit nem májusban van, hanem áprilisban van, vagy nem egyenlik, hanem nem. Tehát valami a krumplival nem volt, nem stimmelt egyszerűen. És ugye abban a szövegben stimmelnie kell. És én mondtam neki, hogy mondd meg, hogy melyik hónapban legyen a krumpli nálam, bármikor lehet. És tényleg, hát úgy lehet, hogy nem hiba. Azért ez sokban van nekem. Tehát, hogy a szövegnek van pontossága, nem a világnak. És ugye az pedig a szövegnek a mineműségétől függ, hogy ott milyen pontosság érvényes. Van igen, a Magris Duna könyvébe, amikor pontatlan egy magyarországi részlet, akkor az hiba. Azért hiba egyébként, mert nem elég regény, hanem inkább valóságos beszámoló. Ő ezt pontosan érzékeli, ezt a problémát, mondja is, hogy ez regény. De attól még nem lesz regény valami, mert azt mondjuk. Tehát, hogy az lehet hiba, tehát
lehet a 1525 az hiba, de itt nem hiba. Tehát magának a szövegnek kell, meg a nyelvnek létrehozni azt a világot, ami... Tehát létrehozni egy világot, és azon belül lehet számon kérni. És annak kell hitelesnek lennie. Jól mondja tanár. Inkább kérdezik. De ráadásul csak ez a játékhoz felhőbe hanyatlik a romosnak az előtt. Olvastad, idézted magadtól. Vagy valaki tud a 17. század áldásztusa, de máshol is, hogyha... Amikor ide bejöttem, és megláttam ezt a könyves polcokat, ami fantasztikus, gyönyörű. És azt bírtam mondani, hogy na, ennek a világnak van vége. Tehát az, hogy áldásztusa napja, hogy az igen, tudjuk-e, hogy Arany János, vagy nem tudjuk, és tehát, hogy mi az, amire lehet utalni. És ugye ez egy ideig statisztikai kérdés, hogy kevesen, de vannak. De mi az a helyzet, amikor elvileg sincs senki, aki egy ilyen utalást értene? Mi a következménye az írásra vonatkozóan? Az európai írásra vonatkozóan. Mit csinál egy európai szöveg saját magával, amikor erre a legelemibb reflexére nem támaszkodhat? Nem támaszkodhat nemzetesen arra, hogy előtte csomó regényt írtak. Már pedig mindegyik regény az előző megírtakra támaszkodik. Az figyelmen kívül hagyja, mondjuk így támaszkodik rá, oponálja, vagy keblére öleli, vagy idézi, vagy figyelembe se veszi, de viszonyban van vele. De mi az, amikor ebből a viszonyból következő dolgokat, szavakat nincsen szemünk, vagy nincsen fülünk? Senkinek, elvileg. Nem tudnám megmondani. De hogy ezen egyre inkább kell gondolkodnia, aki ma szöveget ír, az biztos. Vagy akkor más referenciák kezdenek el élni, nem tudom, a Facebook, mint világ. Azt például látom, hogy valóban úgy is van, hogy én nem használom a Facebookot, és látom, hogy ki is vagyok hagyva valamiből. Tehát, hogy igen, az ott egy vita téma, vagy beszélgetés, nem tudom, csak a barátaim hivatkoznak rá. Én meg ugye nem tudom, hogy miről beszélünk. Ez kicsit beszéltök el, ez olyan, mint régebben volt, hogy kinek volt otthon tévéje, és kinek nem. És akkor osztályban másnap beszéltek a sorozatról, a Wilhelm Tell sorozatról. Hogy lenyilasztal. És akinek nem volt tévéje, az másodosztályú lett. Vagy annyira karakán volt, hogy ő volt az első osztály, és mindenki második. Stirlitz. Hát beindultak a dolgok Stirlitzre. És akkor már Stirlitz tudta, hogy a Das Wiedernia hiba volt. Fehérházban kémkedett, és így köszönt. De én még azt akartam mondani, már nem akarlak ezzel mutatni, vagy a többieket sem, hogy itt jegyzetelsz bizonyos dolgokat, meg nem. Ehhez a problémához tartozik, vagy a játékrész, tehát ugye itt az, hogy Arany János, ezt nem teszed oda a jegyzetbe. Van egy másik, hát ha tudom, erre mondom, hogy ha tényleg komolyan, tehát lehet egy olyan könyvet csinálni, sőt, hát volt egy nagyon jó sorozat, csak sajnos abban maradt, a Matúra sorozat. Igen. És az ugye ezt csinálta lényegében, hogy amiről föltételezte, hogy a diákság nem itt, azt meglábjegyzetelte. Nem tudom, mik azok a kommunisták. Tehát ugye mindent meg egyébként ugye egy nagyon kétséges eljárás, mert a így hát, létrejött egy... Nem, hanem hogy ugye létrejött egy, tehát volt az eredeti szöveg, és ahogy keletkeztek, ugye margináliák, lábjegyzetek, fotók keletkeztek benne, tehát egy új mű keletkezett tulajdonképpen, aminek csak egy része volt az eredeti. Tehát nekem a függőt csinálta meg a Jankovics József Józsi. Egyébként az is nagyon tanúságos volt, hogy mennyi szöveg, ugye az, nem tudom, mondjuk a megjelenés után, talán 10 évvel jelent meg, több kiadás volt már, hogy mennyi szövegromlás keletkezik közben. Ő ugye jó filológus,
és akkor ezt mind meg is kijavította. De hogy, hogy tulajdonképpen, hát erre mondom én, hogyha ezt komolyan veszük, vagy ebből a didaktikai szándékkal, vagy filológus is nézünk, akkor szinte minden meglábjegyzetelhető. Hát elvileg erre szolgálnak a filológiai kiadások, amit még most csinálnak, tehát ugye most van a Kosztolányit, meg a Krúdit csinálják, de ennek van vége, tehát ez szerintem 50 év múlva nem lesznek ilyen kiadások, vagy lesz még egy ilyen kicsi csoport, de hogy az olvasóhoz, mint olyanhoz, tehát nem fog hozzá tartozni a dolog. De hogyha lesz egy ilyen filológiai kiadás az Eszterházi könyvekből, akkor én szívesen besegítek a javított kiadás 2000. február 11-i dátumánál. Egerbe mentem felolvasolásra, hogy Balassi Bálint... Írtam valami csúnyát? Nem, ezt írtad, hogy most kijöttem, ahol nézegetted az okleveleket. A történeti intézetben. És onnét jöttem Egerbe. Igen. És emlékszem, hogy meg kellett állnom a Hortnál, mi oda voltunk kitelepítve Hortra. És ott megálltam így szuszogni, hogy... mert volt a különbség a történeti intézetben, olvasott anyagok meg a világ között. És de a rossz helyen álltam meg Hortra, meg eszembe jutott ugye a kitelepítés, onnan megint az apám jutott eszembe, csöbölből vödölbe. De ebben jó vagyok, elég sok mindenről tud az apám eszembe. Sőt, itt saját magadtól is idézgetsz azért. Hát főleg a harmóniából. Abból is, meg kegyelmes úr, ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Ami motto, de ott is egy idézet. Tehát ez is olyan, mint a lábjegyzet, hogy sosincs vége. Hát igen, akkor... ez eredendően a Trabant használati utasításában szerepe. A fiatalok nem tudják, mi az a Trabant, az egy nagyon régi autó. Mi az a kétütemű autó, és hogy amikor az ember külföldre ment, akkor kislábaskába a kegyelmeségtől vitte az olajat magába, mert azt úgy hozzátöltögette, amikor nem látta a benzinkutas. Ez mint hogyha ma a közbeszédben vagy közéletben is probléma lenne, mert akkor ugye ezek szerint elvileg nincsen eredeti jelentés, sosem, csak aktuális jelentés van. Ez most hogy kapcsolódottra van? Bármilyen. Hogy a lábjegyzetnek a lábjegyzetelése, hogy ezt végtelenségig lehet csinálni. Akár megmagyarázza valamit, akár más. Nem egészen erre levet, tehát ugye ilyen alapon... Az oké, tehát most én nekem ez csak úgy... Tehát hogy nem tulajdonképpen egy szöveg, tehát egy szöveg írása sem volna befejezhető. Van is olyan alkat, vagy a tehetségnek egy olyan balszerencsés változata, ami nem is tud kész dolgot kiadni a kezéből, mert hisz soha nem kész. Mert mindig lehet valamit találni. Tehát kell, hiszem az írósághoz kell egy kicsi bunkóság. Tehát ha túl finom ember, akkor az annyira látja a saját, tehát hogy ahhoz képest, ami még csak nem is kell a tökéletességet mondani, hanem elég a Shakespeare-t, vagy nem tudom. Tehát ahhoz képest az, amit az ember csinál, az annyira egysíkú, vagy szóval kevés, kicsi, hogy akkor el kell kezdeni, és akkor javítgat, és akkor a javítgatás is javítgat, és akkor annak nincsen vége, effektív. Van olyan, az egy kicsit jobb, hogy megjelenik, ez főleg költőknél van, és akkor azt elkezdi javítgatni. Tehát minden kiadásnál javít rajta. Azt hiszem az I.S. Gyula volt például ilyen alkat, hogy mindig be, vagy a... Kukorán. Hogy igen, hogy egy másik nagy kötetem, Kukorán. Nem, eszem, nem, én jónak. De hogy az, tehát ez alkat. Tehát én például ennek az ellenkezője vagyok. Tehát, hogy soha nem, tehát látom én, mert hogy leváltozom a szövegemről, látom én, hogy hát ezt ma másképp írnám, de azt is látom, hogy rendesen meg van csinálva, nem is zavar. De ez nem ezt nevezném bunkóságnak, tehát ez nem ezért van. Azért nem zavar, mert rendesen meg van csinálva.
De ez nem jelent semmit, tehát nem öndicséret volt, mert tényleg nem jelent semmit, csak annyit, amennyit mondom. Tehát azért, mert valami rendben, itt már tartottunk egyszer, tehát hogy azért, mert valami rendesen van megcsinálva, de még nem biztos, hogy rendben is van. De azon meg már nincs mit. Tehát, hogy annyit azért sikerült elérnem, azt gondolom, hogy a könyveim azok, ha rosszak, vagy a rosszaságaik, azok javíthatatlanul rosszak. Ugye van a matematikában van ilyen, hogy a levezetés, hogy rossz a levezet, de hogy jó, hogy rossz, hogy javítható rossz, vagy... És ugye ezek nem javíthatók, ugye, mert a probléma nem abban áll, hogy rosszul fogalmaztam, vagy nincs az alanyelv, vagy hogy nem elég, tehát nem lett elég munka beletéve, és így tovább, hanem mondjuk például az, hogy rossz kérdés lett föltéve. Vagy nem rossz kérdés lett volna, de nem az optimális kérdés lett volna. És arra a kérdésre ez ugyan a valóságos válasz, tehát ebben nem is lehet belekötni, de talán, és akkor a bizonytalanság visszamenőleg, akkor nem a konkrét szövegre vonatkozik, mert az úgy, az jól van, hanem hogy hát ezt elrontott, talán mégse ezt a kérdést kellett volna, vagy mégse így kellett volna, mert ha másképp teszem fel a kérdést, akkor ez sokkal, sokkal dúsabban, sokkal szebben, sokkal jobban, sokkal mélyebben, vagy sokkal laposabban, amit én jobban szeretek, lehetne megválaszolni. Most a regényvilágban megfogalmazódó kérdés, vagy szakmai nyelvi? Tehát egyszerűen kézből mondom, vagy tehát ilyen kézművesként mondom. Tehát, hogy ezért nincs bennem az a vágy, gondolom, hogy maszatoljak régi szövegeken. Amúgy is regény, az kicsit más, mint a költészet, mert a műzakson, hogyha egy... Tehát az olyan, mint egy hegy, aztán ott egy kő kicsit rosszul áll. Ha rendes hegy, akkor nem számít. Hát az a kérdés, hogy hegy, hogy vakultúrázson már, az számít, hogy hol. Bodor Ádám azt mondta, hogy... Na jó, hegybe ő jó. hogy elbeszélést azért sokkal-sokkal nehezebb bírni, mint egy regényt, mert az elbeszélés regényhez képest az olyan, mint egy kamarazenekar, egy nagy szimfonikushoz képest, hogyha ott egy-egy félrefújás van, az még jobban eltűnik a nagy regényben, egy három vagy másfél oldalas elbeszélésben meg nem lehet eltüntetni. Nincsen élő magyar író, akit én jobban tisztelnék, mint az Ádám, de ez úgy marhaság, hogy van. De nyilván az a nehéz, amit éppen nyilván akkor novellát írt. Tehát azért minden nehéz, a másik meg azért nehéz, mert novellán megvan az ötlet, megvan az egy lendületből. Vagy igen, vagy nem. Legfeljebb nincs megírva, de ha meg lehet írni, akkor azt meg lehet így. A regénynél meg még az utolsó előtti pillanatban is el lehet rontani, ha jól van csinálva, ha nem tutira van menve. Csak az nagyon nagy súly, az nagyon... Ez a nehéz ebbe a dologba. Tehát ez egy nyomasztó dolog. Tehát nem úgy van, mint rendes szakmányban, hogy kitanulod, tehetséges vagy, szerzel rutint, múlik az idő, és egyre jobb autószerelő vagy, és egyre jobb szakács vagy. Hanem eltelik 40 év, és ugyanazok a problémák vannak, ugyanúgy újra nem tudod, amit tudsz, azt arra gyanakszol, nem is tudod használni, ha tudod használni, az vagy jó, vagy nem jó. És hát ez meg különösen aljasság, hogy az utolsó, és ugye ez feltétele, hogy jól csináljad, hogy az utolsó példának el lehessen rontani. De mondjuk a Harmonia Celestisnél 8 év után, ha ezt komolyan veszi az ember, az nem olyan barátságos dolog, hogy még mindig el lehet rontani. És tényleg el lehet. És ha meg nem lehet elrontani, akkor meg az a baj. Ha elhet, az a baj, tehát van... Ez a helyzet. Tehát ebben ez a nehéz, ez a... Akár elrontod, hát ez meg akár nem rontod el. Mit? Akár elrontod, akár nem rontod el. Hát tehát ez a...
Ez az egyik, a másik meg ez a kilépés-belépés a regényből. Tehát az energiát az ez viszi el. Tehát, hogy belemész benne vagy, kilépsz, és akkor... Tehát ugye ez a kibe, ez ami nyesi le az embert. Elrontod a regényt, meg fogod bánni. Nem rontod el a regényt, azt is meg fogod bánni. Akár elrontod, akár nem. Mindenkinek. Kérdés, hogy az olvasó észreveszi el, hogy elrontotta. Hát, észreveszi. Ezt honnan tudod? Hát még én is észreveszem. De az, tehát az én elgondolásom szerint akkor az nem is jelenik meg. Tehát nekem azért, tehát én azért addig vacklok, amíg én azt gondolom, hogy nem rontottam el. És valóban így azt gondolom, hogy így nincs is elrontva, hanem hogy az egész van elrontva, tehát a hajával rontva. Tehát ezt mondom úgy, hogy nem javíthatok a hibát. Tehát nem úgy, hogy hamarabb kéne abba hagyni, vagy nem kéne olyan fecsegősre venni, vagy nem, mert az is hozzátartozik. Tehát, hogy nem, tehát így nem lehet megúszni. Csak az egészet lehet elrontani? Részleteit nem? Elég az. Beszéljünk másról. Félről erről beszéljük, hogy hogy kurom el a regényt. Jó, oké. Ráadásul ugye ezeket a történeteket, egyszerű történeteket, a kardozós változat. Jó, beszéljünk másról. De lenne még egy idézetem, ami nem tudom, hogy az 56. oldalt azt akartad olvasni? Most hol tartunk? A számot nem tudom. 30-valahányadiknál vagyunk. Igen. Kérlek szépen, az 56, azt már voltunk ott. 56. oldalnál. Ja nem, hanem nem. Én, mert én nem a rendeset olvasom föl, hanem magamnak a rendes azért olvasom. A túróban el voltunk volna az 56. oldalnál. Ma megöltem egy macskát. Ez már volt. De az 56. oldal nem a könyvnek a számozott oldala, hanem a 100 oldalnak az 56. Lehetett volna egyszerűen is csinálni. Jobban igazodnál rajta. Ráadásul az utolsó oldal való, a vége előtt 80 oldalon van. Ugye ebben elvegő, de az én szépen összeállított az enget. De ez mondom neked, mert ez a 133. oldalról akartam volna valami idézetet, de majd... Grasszálhatsz benne, azt nem fogom olvasni. Jó, de akkor előtte még maradjunk a 17. századnál, hogy a 17. század onnan jött, hogy a harmónia, a Celestis-szel kapcsolatban már ezzel nagyon sokat foglalkoztak, vagy mások a volt? Előbb egy kicsit, hogyha elkezdted volna mondani a 17. század. Nem, abból a kicsit közhelyes vagy lapos megfigyelésből, hogy az egy nagyon fontos évszázad, tehát hogy hogy tudik, akkor megy széjjel azt gondolom ez az érzelmi és értelmi és politizálás. Tehát attól kezdve vagyunk kurucok és lavancok, és aztán nem is talál ez a dolog egybe. Tehát, hogy a nagyon ellentétes fölfogások vannak a hazáról, a haza sorsáról, tehát abszolút nem akarok aktualizálni, amikor mondom, de tényleg olyan, mintha akár most arról is beszélnék, hogy, tehát, hogy kikkel kell kapcsolni, hogy a törökkel kell, vagy az osztrákkal kell, és akkor a törökkel, és akkor a franciával, és akkor tehát hogy mit gondol mondjuk az Zrínyi Miklós, mit gondol a Pázmány, tehát hogy egy időben 3-4 nagyon nagy figura élt, és mindenki, és mind a négy, nem tudom, négyfélét gondolta. A jövőről, a jelen értékeléséről, és akkor itt voltak az érzelmileg,
ugye más kérdés, hogy ez egy 19. századi konstrukció, aztán az egész kuruc romantika, de mindegy, nagyon jól értjük, tehát a tökölit, aki ugye az orráig látott csak, tehát hogy sem eddig nem látott, de ettől még érvényesen képviseli a, nem tudom, egy pillanatban az önző szív szavát, vagy nem tudom, micsoda, hogy a gicsnél maradják. És akkor voltak hosszú távú rész, és akkor ez az egész, hogy ez a kelet-nyugat, ez hirtelen megint aktuális lesz. Az is nagyon érdekes, hogy most erre vissza, tehát hogy milyen sekélyes módon, vagy milyen gicses módon, tehát erre szoktam én mondani, hogy nem a kuruc világhoz nyúlnak vissza, szóval most, hanem ugye egyszerre nyúlnak vissza a kurucokhoz, meg a katolikus egyházhoz, ugye vagy, de nem a kurucokhoz nyúlnak vissza, hanem a tenkes kapitányához, írta Őrsi Ferenc. Tehát hogy egy mihez, tehát egy kádár korista, korból való játék izéhez. Most megint játszották, nem tudom, 50-en egyszer, és nagyon szívesen megnézem, mert emlékszem, amikor gyerekkorunkban azértünk, és láttuk, hogy a lavancok azok nevetségesek és kövérek, nekünk pedig jó, szép bajszunk van, és szeretünk van, de a feleségünkhöz is hülyek vagyunk. Mert a magyar ember az ilyen, hogy mi ingeddik mindenkit megkur, akit lehet, de a feleségéhez hű. Tehát ez az alapkérdés. És akkor nem kell rögtön a parlamentézéhez kapcsolni ezt az egészet. De hogy ez, tehát hogy az azért nagyon mulatságos, hogy 17. századból való mondatok hangzanak el. Tehát nekem ez az ezerszer ismételgetett nagy élménye volt, hogy 2006-ban, vagy valahogy így, a parlament előtti tüntetések, vagy hőbörgéses tüntetések, és akkor egy fiatal krapek, vagy hát a 40 év körüli biciklivel jött, és én meg autóval is megálltam, és ő föl volt pántikázva, vagy szóval úgy lebegtek a piros-fehér zöldek, és akkor megállt, és látta, hogy én ki vagyok, és nagyon szigorúan azt mondta, nagyon rokonszerves, sajnálatos módon nagyon rokonszerves arcú, ilyen szemüveges, hát a te kedvedér úgy mondanám, hogy tanárképű rokonszerves férfi, és azt mondta, hogy a következő mondatot mondta, hogy tehát ugye 2006, tehát ez a hanyadik század? Árva hazánk nem senyvedhet tovább. És ez valami annyira megdöbbentő. Tehát egyrészt az, hogy senyved, tehát ilyen nincs. Tehát, hogy árva hazánk, tehát, hogy ezt mond, tehát, hogy ide áll, tehát, hogy ez a gondolkodás. Tehát, hogy mikor ugye olyasmiről kéne gondolkodni, hogy hát mit kell csinálni, mi van, hogy van, nem tudom, kit válaszolunk, kit nem. Árva hazánk nem, tehát hogy mit tudunk egy ilyen mondattal kezdeni. És akkor ez érzelmileg ide lehet visszanyúlni. Ide vagy még előrébb, de ez a legjobb. Mert ez az önsajnálatunknak is jót tesz, mert ugye és ugye persze kicsit belemennének a korba, akkor látják, hogy ez, de erről már nem tehetnek, tehát erről inkább a talikálmán tehet már. Tehát az, hogy a kurusz az nem volt, milyen szép dolog volt, tehát az ugyanolyan olyan rablásos volt, mint a nem kurusz, és egy falu az attól volt kurusz, hogy épp kiment át rajta utoljára. Tehát a fél éven belül háromszor volt kurusz, és kétszer labanc, vagy attól függ, hogy ki kezdte, kiné volt a számba először. Tehát ugye ez egy nagyon gyakorlatias, nagyon, semmi emelkedettség nem volt. Miközben sok emelkedettségek voltak, persze, meg mindenféle. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon érdekes dolog volt. A Harmonia Celestis egyfőbb annyiban jön bele, hogy amikor kezdtem nézni az Eszterházy Pál, ugye, akitől a Harmonia Celestis mint zenemű származik, akkor az ő sorsába lehetett látni ennek a drámáját. Tehát, hogy ő ezt nem tudta megoldani, hanem lett egy ócska labanc, miközben csak jó dolgot akar, de egyszerűen elveszítette a hitelét.
Tehát két szék közt a pad alatt van, mert ott túlságosan az udvarnál mindegy, nem akarok bemenni, miközben már belementem. Akkor ez tényleg rímel, ami az 56. oldal, hogy én most a lábjegyzetet kiadjom, illetve itt. Tehát a 133. Akarod, hogy felolvasom? Vagy csak egy gondolatot akarsz? Talán úgy jobb. Tehát én onnan gondoltam, hogy 133 második bekezdés, és nincs. És nincs a magyaroknak múltjuk úgy szintén. Éppen meg folyvást arról szónokolnak. Szónokolnak vitéz hangossággal, és mesélnek csöndes édességgel. De nem azon okosságból, hogy ösmerkedjenek magukkal és az idővel, kiformázza a voltot, a valát, a régit, így őket, a magyarokat, hanem hogy a zsongástól, a múlt zenéjétől szenderedjenek el, ártatlan nyálacskával szájuk szögletében, miként valódi kicsi gyermekek. Nem tükör, jobban mákon ígyen a dicsővék, mely mákot apró vászonzákocskán keresztül szopogat a ma fenti hasonlatban szereplő gyerekember. Mi következik mindenből? Mindenből az következik, hogy ez a nem létező múlttal és elfeledett jövővel terhelt jelen úgy kúszik a magyarok szívébe, hogy nincs ki azt kiismerje. Nincs ki szétszálazza a jelent. Márpedig Európa távoli ligeteiben ez így szokás. Volnának eszméletek, és volna azoknak rendje és rendeltetése, vagyis rangja és a rangnak sora. Volna mérték és egy erre alapozódó rendezett tér, melyben mindenkinek megvolna a megállapítható helye, vagy legalábbis ándunk róla. A hely várhatósága. Ha erről le kell is mondani, hogy mindent tudjunk mindenről és mindenkiről. Lábjegyzett Werner Karl Heisenberg nyomán Félvárról. Valami ilyesmiről volt szó. Igen, hát ez például nem egy olyan gondolatmenet, ami származhatott volna a 17. században. Egyébként is, tehát már előfordult most az, hogy 56. oldal, ugye az oké, de azért máshol is játszol. Azzal, hogy itt azt se lehet tudni, hogy mi a szöveg státusza most ez a 17. század, vagy az EP-nek a jegyzetei, meg hogy már a bevezetőben... Ezeket a kérdéseket az olvasó majd megoldja. Igen. Bevezetőben most akkor kedves olvasó az én és az én, az hogy van, meg kibeszél, és akkor utána ezzel is szórakozol egy kicsit. Tehát akkor az olvasó is szórakozhat ezekkel a kérdésekkel. Hát vagy szórakozik, vagy hosszabb. Igen. Vagy nem csinál semmit. Az olvasó szabad. Elnézést, de megy a buszunk. Igen, de hibáztam, mert ebből ugye az következik, hogy bárki megy a buszához, most már tudom, hogy nem az írva. Hogy Egerben nincs is busz. Abszolút. Valójában kocsival vagyok. Villamossal járnak. Viszont nem tudom. Olvassak, vagy mit csinálják? Olvassak. Jó. Hány óra van? Mondd, ha sok. 9 körül. Mondtak eddig is. Hát ez jól kezdődik, jutas kocsában. Meg a egy pogácsot be. Meg a polkot. 37. oldal. Tudja a faszom lábjegyzet. Elnézést kérek a művelt közönségtől, itt különösen mindenkitől. Nem tudtam megállapítani, ki beszél, de Isten az atyám, ki fogom deríteni elpét. Tűnődött már arról, édes kisasszony, mennyire eminensen magyar mondat ez? Mennyire velejéig magyar? Vajon van-e még nyelv kereke világon, hogy e mondat értelmet hordoz? Mintha más nyelvek nem mutatnának ilyen érdeklődését a svánc, a kancsa, a dik tudása iránt. Nem tartom kizártnak, hogy létezik-e tudás, csak úgy tűnik föl néma. Kisasszonykám, néma sváncok szomorú erdeiben telik az osztrák császár savanyú ideje. Nem úgy a magyar. Mennyi fájdalmas beletörődés a fölkiáltásban, mennyi fájó jaj, ám és mennyi hegyke vágonás is. Vajon miként kapcsolódik ez dicső, ám árnyékkal sújtott történelmünk meg annyi vereségben született viharához, és a minden vereség alján mindenek ellenére ott lapuló reményhez, a folytonos újrakezdés potenciális ábrándjához. Egyszeres, mind a hervatathatlan ellenálláshoz, és a nyugalom iránti örökös és kielégítetetlen vágyhoz. Hagyjatok nyugton, mondja hát ez a
magyar ágaskodás, miközben másra sem vágyik, mint érintésre, érintésre, érintésre. Árulás ez, mondja kis szívem, vagy csupán a létezés rendes önön feleselései? Úgy értem, uzuális kontradikciói? Értékelés, részlet. És csak annyiban értékes, annyiban tehát, hogy van, hogy meg van írva. Kértük, és folyamatosan kérjük, jó szóval és szó nélkül, erővel és erőtlenséggel, hogy erre nincs szükség. Se égnek, se pokolnak, se néki, se nékünk. Hagyjon hát fel önön pennája nyomozásával, nem ez viszi előre, e magas mások szabdalta ország üdvét. Fogná inkább marokra a pennát, mintha az az éppenséggel ő említette tárgy volna, ha tárgy az egyáltalán nem jobban, nagyon is élőlény. És ha már járatni akar valamit, bizony ne az eszét, sokkal előbb a kezét, a pennát markoló dolgos kezét, akár inhüvelygyulladás. Tájékozódásról még annyit, hogy fentieket konkrét formában neki nem mondottuk, célszerűbbnek és simábbnak látszott a bevált közhelyekkel élni, azokat alkalmazni. 38. oldal. Az alkalmazás. Éjszaka behozatjuk anyádat. Udvariasan. Nem gyalog, nem lóháton. Attól teszünk a keszek segge alá. Behozzuk anyukát, és teszünk föl neki kérdéseket. Akarod? Korán sem otromba kérdéseket, hogy szolgál a kedves egészsége. És az a konoppodagra, tudjuk ám, vagy hogy mi a véleménye rólad? De most őszintén, és részletesen. Ha nem akar, nem válaszol. Egy ideig. Mert azért az országnak, a nemzetnek is van érdeke, masszájban, nem csak annak a kurva liberális egónak. Akarod? Nyilván túléli többé-kevésbé. Erős asszony, vitéz család. Roppant bal szerencse volna. Összjáték a véletlennek és a túlhabzó személyes becsmágynak, ha mégsem. De ne vádold magad. Több, mint érthető, ha tiszta akarsz maradni. Mi magunk sem tennénk másként, ha nem volna már úgymond késő. Hussa kurva anyád. Ne pofáz, ír. Nyugodtan. Hely, cselekmény, idő hármas egysége. Ahogy a csillag megy az égen. Hatvanhatodik oldal. Ahogy csökkent az oszmánlik hatalma, úgy lettek hangosabbak a történetek, a mesék, az anekdoták, a legendák. Meg aztán, mint kitartó költöző madarak röpdöstek a hatalmas birodalomban, mert akkor már csupán, mintha ezen madarak égi szárnyalása tartott volna egyben. Ami azt jelentette, hogy történtek bárhol is, a megtörténtek, úgy tetszett, mint a velünk esett volna meg, vagy a közvetlen szomszédban. Sztambulról szólt a mese, de Pozsont érthetett rajta a pozsonyi. A Boszporuszra sütött rá az alkonyi nap, és az Ipoly verte vissza a fáradt lilás fényeket. Azon a Kara számára nevezetes, sőt, tátumos vacsorán, melyet Michelangelo tiszteletére adott Hassan Beglerbég, a díszhely váratlanul üresen maradt. Az olasz mögött álló szerecsen rabszolga fűszeres lehelete, élénk szuszogása úgy szaladgált, siklott a mester nyakán, akár a fürge alkonyi szél ki, hogy különösen fújt Aleppo felől. A ceremónia mester izgatottan topogott. Ekkor vékony, éltesebb férfi bukkant föl, mint egy a semmiből, a két ajtón álló közt, oly természetesen, vagyis erővel, hogy azok megfeledkeztettek a dolgukról, meg sem moccantak. Szegényes öltözéket viselt az öreg, bugyogós csamasírja, mint a vászonból, de biztos nem sejemből. Öve vékony, dísztelen és lábbelies szatjából. És nem aznap mosdott, az bizonyos. Határozott léptekkel egyenest a főhelyre sietett. Leült, barátságosan körbe pillantott. Szelám aleiküm, majd hozzátette verahmetullah. Michelangelo szolgált készen meghajtotta a fejét, mögött a rabszolga lehúnyta a szemét. Ki vagy te, ismeretlen, hogy merészséged így merész? Fölment rá ilyettében a ceremónia mester. Te vagy tán itten a kádi? Döntnök-e jónak s rossznak? Fője, mutatta az öreg rezzenéstán arccal. Tán volnál a kerület hancsár bégje? Fője, fője, rebdesett az idegen ráncos készfeje. Hát micsoda akkor? Tán a vezír? Fője. Szégyentelen. Állított te volnál a fényességes szultán? Följebb. Így a rendesés. Kutya, mit merészelsz? Allahnak mondanád magad? Följebb. Mi? Följebb. De hát, följebb már nincs senki és semmi. Az idegen bólintott. Igen, az volnék én.
Az imák az égben összeérnek. A lajtórján látjuk őket egyen, mondjuk az előző oldalén fölmászunk, és leereszkedhetünk a másikon. És ott vagyunk megint a nyári pál teraszán. Emlékeztetőül macska, szúnyogok, ipoly, várfog. Sirályok mászkálnak a melvéden, nagy darab hájasan félelmetes dögök. Emberszerűen lépegetnek elől a hím, mellé nyújtve, mögött egy kisebb, legyen hát asszonyállat, folytonos kárpálásban. Megtorpan a nagy, hátrafordul, rövid ideig így maradnak, majd a kisebbik elrepül az ipoly völgye felé. Emez lépdel tovább, mellé dűtve, ha nincs is már kinek dűteni. Uram, valahogy már késő. Nem tudom rád bízni magam. No, ha nem akarom csüggetten tudomásul venni se magamat, se a bűnösségemet, se a hazámat, se téged. De be se akarok csapni senkit. Legfeljebb téged. Minden tudásodat a minden tudások minden tudásának önellentmondásával kicselezve. Nem vagyok már ifjú uram. A lovam fürge, de én nehézkesen kászálódom le róla, és alig kapok levegőt. Az ima, mondja nekem a könyv, rád való emlékezése, vagy a szív emlékezetének gyakori ébrezgetése. És azt mondja, gyakrabban kell emlékezni Istenre, mint ahogy lélegzetet veszünk. Ez uram, nehezen fog menni, úgy lihegek. Vagy lovaglás, vagy te uram. Irgalom atya, ne hagyj el. Ez alatt az imádkozás szünetének, időtlenségében, téridőtlenségében, harmadik Lajos egy pohárka aranyló tokait szürcsölt, Szepsi Lackó Máté prédikátor uram ajándékát. Janra az öltöztető inasára várt. Furcsa szerzett ez a magyar. Hát hogyan lehet így finomságot létrehozni így manírokkal? Ez a tokájér egyfelől, és az általános bárdulatlanság másfelől. Mi közöm ezekhez? Még azt sem tudják megmondani, vagy eldönteni, hogy béke van-e, vagy háború. Ipor tudok a fivérem szerint béke van, melyet háborúkkal tartunk fel. Vagy fordítva. Háború dúlja országainkat, mint békével kasírozunk. Azt sem tudják megmondani, ki az ország. A milyenki, a magyaroké, a töröké, egyáltalán ezek diszjunkt halmazok? Lábjegyzett. Hát ez még akkor is túlzás, ha Johann Cruyff, névrokona csak a jeles labdarúgónak kitűnő Lajos monográfiájából tudjuk, hogy a régens élénk levelezést folytatott a bernoulli fivérekkel, vagyis valamelyest jártas volt a magasabb átézésben. EP. És ha a Lipoté, akkor az enyéme. És ha az enyém, akkor ki? Fölnevetett, szeretett fölnevetni. Tehát még az sem világos, mi az ország, hol kell föl a nap és hol nyugszik. Unom őket. Unom az országukat, leszámítva ezt a protestáns csodát, a tokait. Unom a fivéremet, unom magamat. Unom, ahogy majd este áldogálni fognak, egyszerre udvarolnak és nyársalnak föl a tekintetükkel. Fényes a csizmájuk orra, de szaros a sarka. Lábjegyzett. Hát ez nem valami empatikus megjegyzés. Könnyű a gazdag Hollandiából gőgösködve igazságot osztani. EP. Óvatoskodó udvaroncok és szilaj hazafiak egy azon mozdulatban. Nem csoda, ha furcsa a járásuk. Jan, hol a fenébe kódorog? Látott már maga engem egyedül öltözni? Csodálkoznék, szívecském. Uram, tudod, életem hazám szolgálatában telt. Amikor tehát az életemről beszélek, erre a szolgálatra gondolok. Amikor a világ kész, az az utolsó ítélet napja. Addig van tehát az életnek értelme, míg a világ nem kész. A világban és a világon munkálkodom, abban a meggyőződésben, hogy ez a te dicsőségedre történik. Nem téged kerestelek, a te világodat építettem. Tudod, hogy így van. Hogyan tovább? Erre várok tőled választ. Mert ez az én kérdésem. Úgy szoktál válaszolni, hogy nem válaszolsz. Ezt el is fogadom, mert ez a nem időt teremt, időt ad, új időt, amelyben immár más fényesik a dolgokra, vagy másként. Szépen tudsz hallgatni, uram. Nem atyaként hallgatsz, jegesen, számon kérőn, hanem mint a gyermek, várakozva, talán még biztatva is. Ha kérdezlek, hallgatsz. És ha már nincs több kérdés, az lesz az igazi válasz. Tárgyaltam Bécssel, tárgyaltam honosaimmal. A
nemzet üdve hajózott szemem előtt. Én se láttam ennek kárát. Mégis most azt kérdem, mi végre? Csinálós ember vagyok. Hazámat nem ajnározom, de szolgálom. Dicsértessék az Úr. Nem beszél, dolgoz. Ha karddal Zrínyi uram oldalán, akkor úgy. A reformok dolgában Bécsnek tollal, akkor úgy. Mégis most azt kell kérdeznem, miért? Mi végre? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Tudom, rossz kérdés. Mintha megvakultam volna. Nem látom a ködbe vesző lankákat, a hajnali napfényben nyújtózkodó ipolyt, a grandiózus Dunát, és nem látom a temérdek bátor és nemes asszonyt és férfiút. Az önzés, az acsarkodás, a műveletlenség és szűklátókörűség honja. Engedj látnom. Mert ha ilyen az országom arca, az enyém se lehet nagyon más. De nem ez érdekel, hanem az, hogy akkor mi a folytatás. Ránézek a hazámra, és egy idegen néz vissza. Árva szívem holt erét, töltsd meg égi jóság. Azt álmodtam égi atyám, hogy beszélsz velem. Beszélgetsz. Erősen húztad a lábad, és én szinte rögtön rád rontottam, öregem, te húzod a lábad. Ha tudta volna, mi a helyzet, hallgatok. Bölcs András testét és orcáját viselted. Kivel együtt tanultam az udvarnál mindenféle tudományokat, latint, matézis és valamiket a csillagok járásáról is. Magas növésű fiú volt, izmos, nem csontos, mégis olyan, kiről valami állandóságot föltételezhetünk. Az, hogy súlyának és magasságának arányai nem fognak előnytelenül változni. Vulgó, hájas disznó felnőtt belőle nem leend soha. Minden szép volt. Nem föltűnően, kiváltképp nem hivalkodó. Csöndes szépséget téged dicsért. Valahogy nyugodt volt az esze, az értelmessége is. Csöndes akár a szépsége. Nem akart kívül maradni a bandán, nem is volt lusta, de nem érdekelte a pozíciója. Volt benne igyekvés, ez azonban nem az elérhető magasabb polcra vonatkozott, hanem a megismerésre. Meglett férfiként is megőrizte testének halk szépét, de nem tudni, én nem tudom, milyen feszültségek folytán rianás támadt az agyában. Keményen megütötte a guta. Azonban 2 év szorgos munkája, tudós gyakorlatozása és őszinte imádkozása majdnem egészen kimentette őt állapotának sötétjéből. Száját oldalra húzta a baj, így szűrte a szavakat. Lábjegyzett, Kocsis Zoltán muzsikus beszélt többnyire így, mintha vidáman cigarettázna egy régebbi fekete-fehér francia filmben, és közben oldalra pökni a szavakat. De a szavai nem ismerték az időt, újra meg újra kóvályogva előkerültek. Mi az idő? Mikor éljük a jelent? Ilyen voltál, Uram, álmomban, szeretetre méltó és törékeny. Valamit még nem mondtam, a szemeid, a Bölcs Andris szemeid. Mert ahogy beszélt, mesélte a saját történetét, az agyának drámai történetét, bizonyos derűvel mesélte, bár nem derülátón, nem leplezte a nehézségeket, melyeket immár maga mögött hagyott, melyek még reálvárnak, és melyek életének minden pillanatában roppant súlyan nyomják. A szeme teli lett árnyékkal. Végtelen szomorúság ült ott, mint valami különálló lény, tőle és akár a bajától is függetlenül. Mintha a bajok mögött volna egy nagyobb baj. Te vagy ez a baj, Uram, motyogtam a felelőtlenség félalmába reggel. Te, a szomorú Isten. Nem tudom megfogalmazni, Uram, milyen nyelven beszélgettünk, de nem éreztem, hogy idegen volna. Akkor viszont magyarnak kellett lennie. Egy jó kis magyar nyelv. Egy fasza. Úgy tűntél el a hirtelen leereszkedő ködben, mint a nagy tengeri hajók távolodva a kikötőtől. Lassan, ünnepélyesen. Úgy tűntél el, mintha megjelennél, mintha jönnél, és nem mennél el örökre. Utolsó oldal. Apánk, Nyári Pál, nem hagyott nyomot maga után a világban, minket leszámítva. Tréfa. Nem botlott senki az emlékébe, úgy végezte, miként a legtöbb ember, mintha nem is élt volna. Ezzel szemben, több éven halála után már Rákóczi úrunk végső vereségére sem emlékezett senki, egyik viseltes mentéjében,
Lestrapád zakójában, amelyet érzelmes megfontolásokból nagyhenként beakasztottunk a mieink közé, sőt, néha napján rövid időre magunkra is öltöttünk, többnyire csak otthonra, a váraink, kastélyünk, öröklakásaink falai közt, fürkésztük magunkat végtelen tükreink előtt, kik ugyan előkelőnek mutattak minket, elegánsnak, az ő apánk eleganciáját vettük magunkra, kaptuk kölcsön, nem kellemetlenül melegnek bizonyult, valahogy azonnal lihegni kezdtünk, meg zihálni, azonos lekopott rólunk a kölcsön elegancia. Egy aféle titokzsebben, melyet fosztásnak indult sejembetétje miatt mi semmiképpen sem használtunk volna, gyűrt papíros találtunk. Akár egy halálon túli üzenetet, paranelziszt, intést, bátorítást, buzdítást, rajta ceruzával írt, immár kissé elmaszhatott szó, a felszólítás, örülni. Köszönöm. Örültünk, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pezsgő tánc. Most, hogyha valakinek van valami kérdése, vagy látom, hogy dedikáltatni is szeretnének egy páron, akkor nyugodtan átfolyhatunk ebben.